Sziasztok! Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabi Nyő vagyok. Na, együtt vagyunk mind a hárman, itt táncolgatunk. Rendkívüli bejelentéssel érkeztünk nektek. Sea of Thieves lesz. Késtünk, igen, 3/4 órát, ugyanis fantasztikusan van megoldva a játék, és újra kellett telepítenem az egészet, hogy tudjunk játszani, de itt vagyunk! Yay! Ez volt a rendkívüli bejelentés. Igen. Hanggal, ja, remélhetőleg. Hanggal, ezt akartam mondani. Nekem még ilyen izém is van, négy Bence. Hogy biztos mindenki halljon. Mindig olyan ritkán játszunk, hogy már elfelejtem a irányítását. Hogyan kellett azt előhozni? Ja, megvan, oké. Szuper. Oh yes. Hello, hello, figyelem. Kijött hello, egy új hello. Update. Heart of the Sea. Sea? Aha. Nem Heart of Fire? Heart of fire. Fire. Nem baj, azért, valamelyik a kettő közül. Vagy a tenger, vagy a nem. Levent a dolgos, köszönöm szépen a 10 csillagot. Hellóka. Na, köszönöm próbál, szépen, Csenge, neked is a csillagokat. Jézus, oh, Andi! Most ez tényleg megijesztesz minket. Csak gyakorolok célozni and stuff. Andi, szóval... fejlővést elfogadsz a jendékba? Te is kapsz egyet. Jaj, a zene! Amúgy azt hiszem, hogy azon a szigeten vagyunk, ahol el lehet indítani ezt a küldetést talán. Mindjárt meg is nézem itt a kocsmában. Ó, micsoda véletlen. Ez mi? Nem biztos. Hé, hey, mióta van benne Lant? Volt eddig Lant? Szerintem volt. Nem, lehet ez mégsem. Nem volt. Ez nem Benjo? Hát, Benjo-nak néz ki, de hát abban a korban nem volt még Benjo, vagy volt. De tökébb a zenet. Nagyon jó. Most nagyon zenéltek itt. Szóval... Bezonka, beszállsz, mint dobos, Andi. Hát én sajnos nem tudok ilyen epic dolgokat csinálni. Mire? Miért? Hát, mert nincsenek hangszereim. Na jó, miért? De hogy van. Hát... De én is inkább ezt szeretném. Jaj, de ellopod a hang... Na várjál, akkor én nekem muszáj lesz váltanom egy dobra. Köszi szépen, Zoli, neked is közben a csillagokat. Köszi szépen, Gábor, én meg közben neked a csilligeket, csillagokat. Még halé mindenki közben, aki megérkezett. Na, szóval meg kéne kerestünk egy új helyszínt. Én úgy emlékszem, hogy ez az a helyszín, de nem tudom, hogy vele kell lebeszélni. Elvileg itt lenne egy questbook, amit el lehetne indítani. Mi questbook? Questbook. Ja. Remélem, hát nem csak a Pirate Legendeknek. Igen, remélem csak a Pirate Legendeknek van már szíves. Minket nézve. Ó, itt egy Black Market-es. Na, tudom így, Bence, amit te fölveszed, addig én gyűjtögetek a hajóra cuccokat, jó? Én is azt csinálom. Nem biztos, hogy nem tudom így tenni viszont. És ez mikor fog kiderülni? Hát, most kéne, hogy kiderüljön. Ja, én is szia, megnézem akkor a... Szia, szia! Abba akkor, lehet, mintha megalodom, meg Kraken létezett volna ebben a korszakban. Hát, szerintem volt. Megaladom még most is van, hiszen az árkban is benne van. Mit is mondtak? Az update-ban kilátta esetleg a Morrow Speak Outpost-ra kell menni, ugye? Ó, Bence, én nem tudok semmit erről az egész. Én rábíztam, mert én éppen agybajt kaptam, hogy újra kellett telepíteni a játékot, szóval. Én is rábíztam. Meg én lassan végezzek egyébként. Ó, vannak kukacok. Azt hozzuk, de jó. Kell majd a pecázáshoz. Meg, van, ez mi? Hello, ez mi? Van Thunder egy bomba, igen. Ó, várjál, akkor neki nem valami helyet csinálni. Olyan, mint egy gránát, nem? Aha. De nagyon jól néz ki. Szóval igen, egy kicsit összekevertem. Ez az az, vagy hát nagyon hasonló lesz az outpost, és az ember is, akivel kell beszélni, de egy teljesen másik helyen, pedig full ugyanúgy néz ki. Hát akkor ott viszont fel tudjuk klémelni ezt a küllit, ezt az újat. Remélhetőleg találkozunk majd a halicápával, én nagyon szeretnék vele találkozni. Jó, oké, és hogy hát van a csapat? Köszönjük, jó. Jól nagyjából én már megtöltöttem itt a ládákat, amik vannak. És a ágyukat? Lód, nem, az nincs. Akkor betöltöm őket. Aztán még hozok ágyút, jó? Meg golyót. Pálya, Bence, kell még pluszba golyó! Tuti? Ti most már indultok hát amúgy, mert amúgy én nem vagyok a fedélzeten, tehát hogy azért ezeket szóljatok. A tüzeseket, ezeket hagyjuk meg, mert lesz egy hely, ahol kifejezetten ilyen tüzesekkel kell majd dobálni. Elég sokkal ráadásul.
De megyünk akkor most már? Most már együtt. Várjál, én még hozok. Azért kérdezem, de hallottam, hogy Bence meg már felhúzta az izét. Mert Bence az siet mindig, és nyugalom, nem tudom. Most ezzel jól összezavartam, úgy látom mindenkit. Nem indulok akkor, ha még nem akartok. Ja. Elkezdtem hát felhúzni, csak... de nem húzom fel teljes, hogyha azt mondjátok, hogy ne húzzam fel. Hát nem vagyunk a hajón, úgyhogy ne. Hát akkor még ott voltatok. Ágyú az kell, tehát ágyugolyó az kell, már nincs ágyugolyó, és megtámadnak, akkor meg az lesz, hogy jaj, miért nem hoztunk ágyugolyót, tehát azt inkább hozzunk. Én hoztam valamennyit magammal, mármint egy 3-4 darabot már hoztam. De nem, nincsen túl sok belőle. Azért mondom, hogy föl kellene törni a hordokat a hajón, és... Na, értitek. Ez csak deszka, neked nem hát, deszka kell. Megfeleltem. Hát majd szia, lehet, talán... hogy megcsináljuk ja. Most egyenlőre az új dolgokat akarjuk megnézni. Mi az? Te hülye vagyok. Hát van nálam már 10 darab. Na, én meg itt fölöslegesen elindultam. Na hát akkor el is húzhattam volna akár ezt a vasmacskát. Na. Jó, akkor jövök. De először akkor állódolni kellene az izét, nem? Uii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 i
szépen, Janka, örülök neki, hogy így gondoljátok. Tök durva, már 3 éve. Hát örülök neki, hogy benéztetek. Ugyanúgy Petinek is nagyon szépen köszönöm. Jó játékot, legyen zene, legyen hang, legyen pia és legyen halicápa. Legyen tánc. És legyen tánc is. Na, be van jelölve? Arra a szigetre megyünk, Bence? Aha. Igen? Uh-huh. Jó, hát akkor hát kicsit balra. Kíváncsi leszek erre az új update-re. Utoljára karácsonykor játszottunk, nem? Tehát akkor így van, hogy karácsonyi csomagokat nagyon kellett ütögetni. Mindig, amikor kijön valami update, akkor játszunk. Jó, vissza egyenesen, Bence, egyenesen. Pont így, pont így, pont így. Szia, Anna! Üdvözöllek! De a szembeszél az még mindig ugyanaz. Na, én már tolok is a zenét. Ja. Akkor. El kéne forgatni ezt a hizet, nem? El a hossz. Mi van? Most mi van? Hello! Másik kakel. Ennyire régen játszottuk, Csabi? Itt van ezt. Nagyon-nagyon régen játszottuk. Hallod, nem tudom, mi van, mert... Ja, Engel, hülye vagyok. De majom vagyok, jó, Engel, kevertem. Milyen kalóz támadás lesz ebből, te? Jönnek, aztán elsülyeztek minket egy pillanat alatt. Tök profik vagyunk. Hé, hey, tényleg a kis kokkám, az hol van? Most jut eszembe erre. Tényleg a kokka. A kokka. Meg a Chicky Monkey. Mind a kettő kell. A Chicky Monkey-t azt én gyűlölöm. Tutoriált ír arról, hogy hogyan kell horgászni? Hogy mondhatsz ilyet, hogy gyűlölöd? Tessék, kell a hallottátok? Kell. A Chicky Monkey, ez egy idegesítő kis idióta. Nem az. Chicky Monkey-t. Nem az. Ki szereti a Chicky Monkey-t? Én bizony nem, én a kokkát szeretem. Srácok, aki szereti a Chicky Monkey-t, a kis majmocskát, az írjon egy szívecskét hozzám. Ne, legyen az, hogy aki szereti a Chicky Monkey-t, az egy majmod, és aki szereti a kokkát, az egy papagájt. És na jó, legalább abban lehet tudjuk dönteni. Na akkor így, srácok. A papagájok és a majmok számából a cseten megítéljük. Én már nem is emlékszem, hogy lehetett lehívni ezeket, hogy kellett. Itt volt egy kis láda lent. Ja, megyek. Állatláda. Előveszem a papagájt. Megnézzük. Andi, az itt van nálam a papagáj, ne vedd elő a papagáj, itt van, tessék. Van sajátom is. Jaj, hogy neked már van sajátja. Jaj, ne. Igen. De tényleg ennyire nem szeretek a Chicky Monkey-t? Nem már? Robát András, sziasztok, jó játékot kívánok, 50 csillag. Nagyon szépen köszönöm neked, András. Nézd meg a kokkát, nagyon aranyos. Andinek is aranyos. Nézd meg. Ott már is jött egy majom feje hozzám, papagáj még mindig nem. Jó, nálam csak papagáj, hó de kár, hó de kár. Még egy majom. Dicsi küldte a majmot. Csak én látok egy csibit. Én meg egy csibit. Na jó. Szia, Roxy. Ó, nálam egyszer egy. Na hát itt aztán nagyon eldöntitek, srácok. Egy majom meg egy papagáj egy üzenetben, aztán három majom, tényleg, három papagáj. Is ő nem szeretne dönteni, ő papagájokat és majmokat is szeret, nem akar dönteni. De a többségben nálam a majmok vannak, hát Bence, nálam le lettél szavazva, ezt most fogadd el. Nálam meg a kis kokkanyát, és ez bőven elég is nekem. Jó, de hogy előveszem a csikit, na nézzük, jó legyen. Jó. Csak te nézzük, tessék, itt van ez a fura fejű, te. Itt van, nézz, ezzel ugrálunk, és ilyen fura fejű, te. Na jó. Ja, imádom, kérem. Nézzétek! Itt a Chicky Monkey. És elugrál be, és mindig van egy hangja a majomnak. Igen, amikor... igen, annyira aranyos, nyuszog. Nem a nyuszik szoktak nyuszogni?
Mit csinál? Newsix toszognak nyuszogni. Jaj, eltűnt! Newsix szoktak nyuszogni. Vége a Chicky Monkey-nak. Most már Coca Time van. Ennyi volt, lejárt. Na, hogy kell ilyen bajmot szedni? Hát nekem is kell. Vagy kifarmolod, vagy valós pénzből. Hogy kell kifarmolni? Nekem kell ilyen. Hát neked hogy lehet meg? Én valós pénzből vettem, mert pont akkor jött ki az update. És nem játszunk sohasem ennyit, szóval... Valós pénzből? Tehát, és mennyibe kerül? Nem tudom, egy 2000 forint talán? Az úristen! Tudod mit? Nekem megér egy Chicky Monkey annyit. Kész. Köszi szépen, nyugszal csillagokat! Kicsit benéztem, sajnos nem tudok itt maradni. Fizika tanárom most azonnal látni akarja a beadandómat. Ejha! Kedves! Köszi szépen! Mondd neki, hogy elment az interneted! Vagy hogy a virtuális testére is készülned kell. És az fontosabb. Köszönöm szépen András, neked is a csillagokat. Srácok, azt nézem. Hogy mikor lesz legközelebb rendezvény, arra mi sem tudunk választ adni, mert kormányrendelet van, amikor lehet rendezvényeket tartani, onnantól kezdve lesznek. Ezt megjósolni se lehet. Úgyhogy ilyen kérdéseket Lici ne is tegyetek föl, mert nem tudunk erre válaszolni. Ja, lehet hetek, lehet hónapok, vagy lehet évtizedek kérdése. Jaj, nem mondj már ilyet, lehet úgy fogunk felülni, hogy innentől kezdve a házat se lehet elhagyni. Ja. Azért nekem hiányozni fog, hogy eljárak rendezvényekre, de mindegy. Tényleg hát gondoltam. Főleg, hogy csak ott tudtunk mindig találkozni. Igen, egyébként. Én csak a kardodat láttam, Bence. Milyen menő kardod van? Most izé pózolsz, feszítesz? Neked meg a szakállat nagyon. Az koponya rajta, mutasd már! Az egy koponya. De komoly, lol. Az jó. Aztán hogy ötletem nincs, hogy olyan szereztem, valahol csak úgy hozzám került. Az is lehet loptam, ki tudja. Szerintem vetted a múltkor, nem? Ne, ez biztos, hogy nem. Ez már nagyon régóta így van. Engard! Engard, kárd ki kárd! Oda megyünk, hallottam ahol... a bagyot? Vagy bagyot? Azt mi nézzétek, az? Kitölt ott a vulkán. Igen, ez most végig ilyen tüzes küldetés lesz, nagyon-nagyon forró. Vulkán? Mióta van ebben vulkán, gyerekek? Van, régóta. Ó, de jól néz ki! Ez milyen, amúgy milyen ezek közül lesz, ami el fog minket találni, tehát hogy azért ez már... Wow. Srácok? De jól néz ki! Ó, de adom, ez nagyon jól néz ki, ez... Ez múlkor is volt már egyébként? Ez már volt, ez régen volt. Volt, ez régóta van. Nem szoktunk utazni, hajókázni, mert hát nagyon csúnya a víz, és nekem ez a legfontosabb, hogy a víz szép kék legyen. Viszont ez el fog minket találni! Jaj, az nagyon nem, jön. Nem. Az ott nagyon-nagyon jön. De komoly! Hogy és ahogy tényleg bele is csapódik a vízben, nekem nagyon tetszik. Igen, és ezt tudja sebezni is a hajót, szóval. Well, igen, igen. De nagyon jól néz ki. De a szikla előttünk az sem annyira jó. Szóljatok, merre menjek. Egy kicsit balrád szerintem, Bence. Ja. István Dániel, nekem jó tett a napom videóvágással. Köszi szépen Jenny a verset, illetve a csillagokat. Jöjj cimbora, vár a végtelen, a sóstenger az én életem. Száj gyors, hajra, jöjj cimbora, johó, így szól a kalóz nóta. Köszi szépen! Na, ez jó volt. Na ez már el fog minket találni. Ez el fog minket találni. Oh! Ez közel volt. Ez Köszi szépen nektek is a csillagokat, majd 50 évesen találkozunk, igen, meg Andrásnak is örülnek, hogy benéztetek. Azért csak nem 50 évesen, na. Ez is közel lesz. Ez közel lesz, igen. Na. De nem. Arra pont... vártok, hogy becsapódjon? Igen. Nekem volt egy stream, amiben telibe eltalált egy ilyen. Úgyhogy annyira nem mókás. Itt lesz ez itt balra mellettünk, majdnem elmegyünk. És akkor gyullad a hajó, Andi? Hát fel is gyullad, meg ugye sebez is rá, tehát akkor ugyanúgy elkezd süllyedni, mint hogyha izével lőnének. De a tüzet azt rendesen el is kell oldani, vagy ez csak úgy fölgyullad, de azt lehet? El lehet oltani, igen. Tudod, van egy ilyen hely ott a... hajónkban, ahol mi ereszti be a vizet, és akkor onnan tudsz menni. Igen, a vízgyűjtő hordó. Mi ez itt? Na, vaj, hol vagyunk? Nézzem már meg. Pa-pa-pa-pa-pán, kicsit balrá, Bence. Az már a sziget. Jaj. Elvileg már látszódik. Valami hangot hallok. Valami hang van. Igen. Neee! Ez a halicápa vagy a kraken? Halicápa, gyere! Ott a cápa, gyere hát. Gyere, cápa. Hű, itt ennyire közel. Megölöd? Persze hát.
Hát mit akarunk, halicápázni vagy küldizni? Halicápázni! Jó, kifejed! Akkor stoppoljuk le itt a hajót? Ne, hát nem tudom. Bele kell lőni! Ez ide fog jönni te? Ne! Miért van megfogni ezt a... Ja, merem volt... Lelítsd meg a hajót, meg ki fogunk így kötni a szigeten. Hol van? Elmegy? Lehet, hogy elmegy. Szerintem el, mert közelítünk a szigethez. Ne menj el, halicápa! Na! Hát lehet, hogy még visszajön, nem? Á, most már biztos nem, hogy így a szigetnek a hatókörében vagyunk. Ah! És Andi meg leengedte. Ott megy egyébként. Jöjjön na. Vissza! Segítsetek! De, halicápa! Én meg akarok vele küzdeni! Gyorsabban kellett volna reagálni. Andi, lesz-e még alkalom? Olyan ünneprontok vagytok. Ha? Mi? Én? Miért? Mert én meg akartam vele küzdeni. De hát ő nem bántott minket. De. Na jó. A következő alkalommal nem érdekel, megállítom a hajót, és megküzdünk vele. Na, kérek majd jól időzített zsákba macskát. Be tudjak farolni. Jó. Oké, mehet? Már szerinted mehet? Igen. Tökéletes. Yes. Tökéletes. Hát, fogjuk. Na, tökéletes. Kész. Nekünk ez tökéletes. Na de Bence, itt akkor most mi a feladatunk? Mert ide jöttünk. Menjünk a fogadóba, elvileg ott kell beszélni valakivel, meg lehet szavazni egy questbooknál egy küldetést. Amikor még utána néztem, akkor hát nem sokat, de annyit kiderítettem, hogy megint csak valamilyen régi tüzes kalóznak a visszatérése történik meg most ebben az update-ban, és akkor ő régebben így terrorizálta a tengereket, aztán hirtelen és rejtélyesen eltűnt, na most visszatért, és hogy gondolom őt kell megállítani. Ezek telefélek? Lehet, hogy telefélek, igen. Lehet lőni őket? Nem. Ó, de komoly! És halljátok a hangját? Tipikus denevér hang. Nagyon komoly. Na, itt szavazzuk meg, viszont itt lesz benne ebben a fogadóban. Jó napot kívánok! El is nem kezdődöttem, azt hiszem elkezdődött valami hirtelen. Heart of Fire. Pont úgy néz ki, mint az előző fogadósunk, szóval azért hittem, hogy ott neki kellene felvenni. Itt tennél a könyvnél. Ó. Nem? Én szavaztam. Megyek én is. És el is indult. De jól néz ki! Ja, hogy ti már látjátok? Ez egy hosszabb küldetés lesz, úgyhogy készüljetek fel. Na akkor figyeld a szöveget, Bence, mert most mondjál, én meg nem értem. Pont ez a Captain Flameheart. Ő az, akiről beszéltem, ez az a kalóz, aki visszatért most. Régebben állítólag terrorizálta egy tengereket. Andi közben berugolt, már is. Jó van akkor. Most mondja, most beszél az eltűnéséről. Nem mindenki fél tőle. Ki az, aki hamisan penged? I assume that means we can count on you for your help. When we know more, we'll be in touch. In the meantime, do me a favor and take that journal back to Grace, would you? Grace, tak kell visszavinni ezt a journalt. Jó, elve ki kint találjuk. Na. Azt mondja Pityu, hogy úgy hallott, hogy rendkívüli stream lesz, akkor miért hal minket? Na, hát Pityu. Na, itt a könyv. Hallod? Forsaken Shores Aliens. Wow, megjelent egy szellem, emberek. Te most hol látod az, Bence? Hol? Mondtam, hogy gyertek ide, ki itt van a folytatása. Ja, tovább szaladtunk. Aren't you Captain Pendragon? Last thing I heard, you didn't have a ship left, much less a crew. Oh, my friends and I parted ways long ago. But their personal effects were still aboard the Black Witch. Stitcher Jim must have taken them to use this vile ritual. Did you say Stitcher Jim? Ja, tényleg nő. Akkor tényleg elég csúnya. Not that I knew his name at the time, of course. They say he used to serve the gold hoarders. It seems he's changed allegiance once again. Oh, trust me. I know Stitcher Jim is. If he's working for Flameheart, we're all in trouble. Where is your crew now? Rumors say he confronted them with an armful of dark relics and bound their spirits into some kind of cursed chest. Madame Olivia believes he might try and use its power to summon an ashen lord. Addig veled mi történt? Várom, hogy befejezzék.
most a borzékhoz? Stitcher Jimnek a embereit kell majd megtalálnunk. Amúgy igen, ez az ülepszájú néni. I've always used my journal to keep track of Jim's work. Oh, megint kapunk egy journalt! Jaj, de jó! Oh, megint jöhet a puzzle-ezés, hogy na vajon merre mehetett, hol lehet most ez a feature? Amikor random ülepszájú néniknek a naplóját kell olvasgatni. Ülepszájú néni! Ó, oh, te jó ég. Na jó, hát akkor... Ingen traitor? Úgy látszik ez a szellemet kell ezzel a Flameheart-tel, akit most kerestünk. És hát az ő történetét mesélte el, plusz, hogy van ez a Stitcher Jim, aki most már ezek szerint neki dolgozik, ennek a visszatért Flameheart kapitánynak. Hát van egy journal ezek szerint, amit kaptunk, az alapján kire megkerestünk a helyüket, meg az elátkozott ládát. Itt is van. Köszi szépen, közben Attila, Lina, nektek is a csillagokat. Küldök cserébe szívecskét. Az mi a tököm? Lánc. Eresztél ilyen láncos lövedéket? Ez is újdonság. Én nem tudom mi ez, csak kivettem egy hordóból. Köszönöm szépen, jól megpakoltál vele. Mi, mennyi vettem én kilóval? Nem egyet vettem? Elég sokat. Azt nézem, hogy most ezt a küldetést kell nézni, vagy a journalt? Vagy a kettő együtt van, mert van egy küldetés is, ami ilyen tüzes, könyves, lapos. Aj, bárcsak jönne a halicápa. Na fel, hát olyan szép amúgy. Meg ez az egész játék, imádom ezt a vizet, innék belőle. Én is. De komolyan, tehát jó mondjuk ebből most nem annyira, de valamikor olyan szép, tiszta meg minden, nem? Aha. Ja. Jó dolog a víz. Hogy táncol a papagájom? Puti. Hogy headbang? Ez rajt jó. Toljad neki! Azaz kicsi koka. Mert ez a te papagájod, nem? Nem, ez az enyém. Hogy csinálja? Aha! És tetszik neki? De jó! De édes! Nagyon ugrál! De a majom mit csinálna? Nézzük már meg! Aj, hülye majom! Ne már! Miért mondod a hülye? Na jó, gyere majom! Siki manki! Hol van? Ide teszem. De ő meg jó. Csak nézi a vizet! Várjál! Mindjárt figyelj! Hogy megfordult? Oda néz! Oj! A szikla! Jézusom! Az elég közel volt az a szikla, te! Mi megint csak is zenélgettünk! Szegény! Csak ez az egy táncot tudja, ezért ez elég béna. Mindjárt fejbe vágom. Na! Vakargatja hónalját. Ja, de tudod, hogy miért? Nekem nem... Hallod, nekem nem akar izé, Bence. Miért ne lenne? Szerintem tökéletes volt ez Jasmine. Jézusom, valaki nagyon hamisan játszik. Ha... Csabi az. Hát? Én, de miért? De miért vagyok? Ez miért ilyen hamis? Haló? Nem is ittam egy kortyot se. Mi ez a kör? Csukás Balázs. Egy szokásos tízes hajrá tengeri betyárok. És 10 csillag Balázsnak. Köszönöm szépen Balázs. És szevasz. Nem tudom, de ilyenkor nem volt még LOL. Jó helyre megyünk? Teljesen elvesztem. Ja, jó helyre. De komoly! Mi ez a köd tényleg? Ez baromi jól néz ki. Nem. Vagy hát ez a köd, ezt már régen beadták, de hogy mi még csak most találkozunk ennyire erős köddel, nem? Ez nagyon, nagyon jól néz ki. Szia Daniel, hello. Ez olyan, mint amikor a Minecraft-ba a render distance-et leveszed. Alacsony. Hát azért annál egy kicsivel szebb. Egy picikét csak, de éppen csak egy nüansznyival. Már ilyen, nézek egy térképet. Hát beraksz még mellé egy izét is. Ez megvan. Shader modot aztán teljesen jó. Melyik is izé? RTX kártya? Azt írják, hogy Andi már megint részeg. Hát... Igaz ez Andi? Nem újdonság. Nem is vagyok az. De nézd meg, közben fogott ilyen hordót. Hazugság, bárki is mondta. Azt mondjuk szépen rámarkolt el arra, az jó tök fogás volt. Vagyok. Csak ez a fás láda, ez a kajás. Irány nagy... És akkor most elérkezünk ideig, és akkor itt nekünk mit kell Bence majd csinálni ezen a szigeten? Meg kell keresni a Stitcher Jimnek a hideoutját, azt írta a könyv. Oké. Okay. Soha nem volt szerelmes, de egyszer mégis szerelembe esett, de az elvileg lehetetlen, hiszen csak magát szereti, ezt megtanultuk róla.
Milyen volt már többször is, Alex, hogy koponya szigeteztünk. Nem hiszem, hogy most ez lenne a cél. Inkább az új update-et nézzük meg. Milyen lenne most egy kraken támadás ebben a ködben, ahogy így a csápok így a homályból előtér kerülnek, vagy... Nem mondj már ilyet, engem mindig elkap és megöl. Már múlkor is ez volt, és nem... Kraken. Nem szeretem. Tök jogos. Pedig ez nem az ő hangja volt, ez a... Ezt csak nem, ez messze volt. Nem. Amúgy Bence, mindjárt ott vagyunk. Ja. Ezek a fiúk most mindig csak hazudnak, látod, csirek. Mi az, hogy miért? Ki hazudik? Hát mondtátok, hogy részeg vagyok, aztán ha részeg lennék, nem tudtam volna elkapni ezt a hordót. Jaj. Adi, te már részegségedben is annyira profin vagy. Szerintem épp innot kellett hozzá, hogy ne remegjen a kezem, nem? Ez is egy jó megoldás. Na, Layers Backbone. Remélem nem vezetett félre a questbook, hanem itt van a cél, és akkor itt kell egy hideoutot megkeresni. Stitcher Jim hideoutját. Azaz. Nemesné Attila... Nem, bocsánat, Nemesné Anita és Zoli. Ancsi és Zoli. Jézusom, ez a név. Köszönöm szépen a követést. Vasmacska? Hol a vasmacska? Ott a vasmacska. Engedd! És... Ööö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 ö
ott? Hoztam egy dobozt. Ezt fölhozom a hajóra. Oh yes. Milyen doboz amúgy? Nem tudom. Meg egy quest? Aha. Andinek. Ja, vettem fel a questet. Na. Bár hát nekem ez... nem írta ki, hogy mi van vele, vagy mit csinál. Szerintem ez a küldeti sor végig ezen a nagyon-nagyon csúnya területen fog zajlulni, de hát ennek ez a feelingje, hogy vulkánok, hogy tűz, hogy ilyen kiehlen pusztaság, hogy le vannak égve a dolgok. Na jó. Na, ezt kérlek szépen, ammókrét volt egyébként, tehát ilyen ambus doboz. Én lehet, hogy megtaláltam valamit. De várjál, valami utalás van rá, hogy... Nagyon pici ez a sziget, szóval ha esetleg nem találtok mást, én nekem van egy sejtésem, hogy... Ez egy barlang, ez itt, ez itt. Ez egy barlang, igen. Nem. Ez barlang? Hát... Nem az, nem lehet bemenni. Itt van egy kapcsoló. Hol? Meghúzod. Andi, várjuk meg Andit, várjuk meg Andit. Jó, várjuk. Valahol itt vagyok a vízbe, de mindjárt kimegyek akkor. Addig gyűjtögetek. Azt hittem megint ilyen víz alatti dolog van. Hát, csak ezek. Gyere, Andi! Keresem azt a helyet, ahol föl tudok jönni. Igen? Coconut. Gyere, nézd meg, hogy meghúzom Bencének a karját. Szép ez. Ott van. Húzd meg csak. Vagy Andi, akarod te húzogatni? Már mind akar. Na, húzd meg, csinálja akkor Bence, akarsz. Úgyis nála lesz belőle a videó. Meghúzta Csaba, ez így jó. Yes. És itt kinyílt valami. Hol a izé lámpám? Ott van. Ezt, na jó, ebben a külfalban hogy csináltak ilyen elektromos berendezést, ami mint egy garázsajtó? Ez hogy működik így? Na jó, nem kérdezünk meg ilyeneket. Nekem miért nem világít a lámpám? Ó, bedesz. Na most. Van valaki itt. Van itt valaki? Hát igen, ott egy játékos. Tényleg? Mi a fene? És elkezdett puzzle-özni, de ez ő ide tartozik, hogy itt volt bezárva, vagy mi? Nem is volt itt hajó, hogy kerülsz te ide? És kinyitotta magának a cuccot. Oké. Okay. Menj innen! És akkor ezt mi lehet szerintem... venni, vagy ezt nekünk is meg kell csinálni? Én ezt el tudom innen venni, lol. Lol? Hallod? Megcsinálja helyettünk a rejtvényt! Megcsinált egy puzzle-t helyettünk, oké. Okay. What? Na jó, ezt ide leteszem, tessék. Ez egy kulcs, ez valamihez. Lehet, hogy a Microsoft őt bérelte föl, hogy nekünk segítsen. Lehet, tényleg. Nézzük direkt itt vár. Amúgy mi ez? Ez valami kő? Amúgy itt lett volna a megfejtés. Van? Megfejtés? Aha, itt vannak azok a jelek, amiket be kellett ott nyomkodni, gondolom, sorrendben ilyesmi. Hát itt van egy jel. Hát biztos, igen, de... itt is van egy jel. Itt van egy kulcs. Ez King. Ez nem olyan jel. Ó, ez azt jelenti, hogy King. Ez... Wow. Azt jelenti, hogy rituálé. Ez azt jelenti, hogy flame. Tűz. Vagy láng, pontosabban. Van itt még más rituálé esetleg? Vagy más jel. És van egy. Lord. Lord Flame. És a harmadik az a kasza alakú valami. Rituál. Itt egy rituál jel. Mi volt ez a T betű? Az mi volt? Lord. Lord Flame. És a utolsó az itt van.
Lord Flame King, akkor ez azt jelenti, amit kiírt ide. Ez volt a megfejtés, jó. Legalább a kocsmát tudjuk mi is. Legalább tudjuk, ja. Oké. Okay. Lent a dolgos, köszönöm szépen a 10 csillagot. Miért öltük volna meg? Attól, hogy játékos, attól még nem akarunk szemétkedni másokkal. Ja. De figyelj már, hogyha most valaki más ide jön, akkor neki ez ugyanúgy ki lesz nyitva, vagy ő ezt bezárva látja. És ott a hajója. Az. Ez jó kérdés amúgy, Csabi. Hoztátok a kulcsot? Én nálam nem. Van. Csak okay. A Csabi hozta. Nálam van. Nálam jó. Van, itt van. Ez melyik jel egyébként? Most ezt nem vágom. Várjátok, visszamegyek, megnézem ezt a jelet. A kulcsnak a jelét? Igen, az mi volt? Azt nem tudom, viszont lehet addig úgy utána nézzek, mert hogy gondolom frissült a Westbrook. Várjál, megnézem, mert nehogy aztán az vegyen, hogy valamiért nem tudjuk, hogy mit jelentett. Hol volt a izé? Ja, itt. Zárva! Ja, ez egy másik, nem? Hm. Vagy ez az a könyv, ami most tanulunk? The Danger. Aha! Ez volt a Flame. Flame. Azt jelenti, hogy Flame. Ami rá van írva. Aha. Nem értem teljesen, de valami olyasmi is ír ez a questbook, hogy az következő bejárat, ahol ez a rituálé lezajlott ezzel a Flame King-gel, az már víz alatt lesz valahol, és Ashenlord shall be rise, All Hail King Flameheart, de hol van pontosan? Én amúgy tényleg nem kaptam meg ezt a... Ja, de megkaptam. Csak az eleje az tök más volt. Be kell gyújtani majd egy ilyen... serleget, azt hiszem az a magyar megfelelője. Minek? A Shalice. Shalice. Marianna, most megkaptam, amit írtál, és nagyon szépen köszönöm, amit írtál. Na, akkor ezt lepakolom ide, ezt a flame-et ide valahova, jó? Ezt akkor legyen itt. Jó. Devil's Thirst, van olyan sziget amúgy? Van, persze. És hol van? Nem fosztotta ki a hajónkat, Amanda. Ha. Minden megvan, ami eddig volt. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy miből írtad, vagy miből gondoltad. De most ti hol vagytok? Aha. Itt a hajón fent. De hol? Nem látok titeket. Ja, én lent vagyok. Mi a... Aha, lent voltam. Úristen, de vaksi vagyok, bakker. Na jó, mindegy. Ajajajajajaj. Na, fogja jó van. A poszt aláírd, azért is van a poszt, hogy odaírjátok az ilyesmiket. És akkor most ezt a térképet kaptuk meg. Én most engem tovább engedett lapozni a questbookba és ott olvasgatom ezeket. De figyelj, már van egy újabb térképünk. Azokkal Bence. Nem foglalkozunk, Csabi. Azt most találta, Andi egy hordóban, no, csak nem... Jó. Azt hiszem, hogy ez de amúgy megnézhetjük, mert lehet, hogy közel van azokhoz, amit mi keresünk most. Devil's Thirst-höz hogy... kell menni. Aha, Devil's Thirst-et azt jelöltem, és az SR Riches az például kifejezetten közel van hozzá, amit először Andi jelölt. Most nem azért, de Andi, ez amit te találtál, ezt hozzá tartozik. Nem, ezt nem. Itt találtuk a szigeten. De figyelj már, ugyanolyan piros körvonala van, mint az összes többi eltartozónak. Igen, szerintem azért, mert az itt, az ilyen szigeteken talált dolgoknak, azoknak ilyen piros a körvonala, amik ilyen vulkános helyen vannak, vagy legalábbis ez az én sejtésem. Hát nem tudom. De marha jól meg van csinálva, szép. Nagyon jól néz ki, abszolút. Nagyon, hogy így fénylik a széle, nagyon, imádom. Nekem kell írni itthonra, na mindegy. Szóval van egy ilyen rituália, amit a Captain's Flameheart-nak a Liar-jébe kéne megcsinálni, ami pedig a szívébe van ennek nagyon mélyen, ennek a Devil's Thirst-szerű szigetnek. Viszont először a bejáratát, a víz alatt kell kerestünk, és van valami serleg, amit be kell gyújtani, azt írjam. A víz alatt? És pongyakó, hát... vagy mi ez? Az már nem a víz alatt van, hanem a szigeten. Ja, nézd meg a képet, hittem... a képet mellékeltek. Szóval igen, néztem igen, az előbb, nagyon szép volt a könyv. Most az egyszer segít is, és nem ilyen hülye, érthetetlen puzzle szövegeken, meg versecskéken keresztül kell megismerni azt, hogy mit kéne csinálnunk. Andi, látom, nagy nehezen ide sikerült jönni. Nem fogok segíteni. Csabi! Ne arra várj! Nézd meg, hogy befeszült és tartja. Na, amúgy tényleg itt van a kis fákja, ami be van gyújtva. Vagy mi ez? Hanyadik oldal? Második, mindjárt utolsó. Ja. Ja, hogy hát hátulról a második, vagy mi? Hát... utolsó. Itt vannak számozások a lapokon, azért kérdeztem, de akkor megkeresem. Aha.
Számozás? Igen. Hol? Hát, ha visszáblapozol, akkor láthatod, hogy számozva vannak az oldalszámok. Mint egy könyvben. Utolsó oldalon nincs szám. Úristen, mekkora hányások. Hát ez ilyen, látod. Szia, Krisztián. Hello. Ne. Fúj! Arbi! Bencét akartam, bocsánat, Csabi. Fúj! Már elmentem. Fúj! Teljes emberes hányás közeledik felé, ez hihetetlen. Gyere, Bence! Tudod, mit kéne? Be kéne valakit ide alulra zárni ebbe a börtönbe, és innen felülről lehájni. Mondjuk téged? Nem, engem. Én mi rosszat csináltam? Andi? Mit hogy? Nem? Hol? Igen? Elmegy kicsit? Hol vagy? Nem hagytatok a Krakennel, vagy mivel a figyelj. Halicápába harcolni. Gyere, Andi! Andi! Ez a bosszunk. Nem kell leönteni hideg vízzel. Józanodjál kifele. De itt Stere, alul is áll a víz. Az nem víz. Hát fúj. De ez víz volt. Nem volt zöld. Ja, továbbra sem arra hányásra gondoltam. Na! Hogy kezd megrángatni, Jai? Hányak lőni, de hisz jó. Ezt cseréljük már lehet. Úgy lesz, megígérem. Erről van szó. De hogy mi mindig szembe szelet kapunk. Ja. Gyere, koka. Koka? Van valami jó felöltöztetésetek egyébként ezekre a élőlényekre? Nekem van. Mert amúgy jöttek be újak most ebben az update-ban. Ahhoz, nekem még a karácsonyi van a Phoenixhez. Phoenix. Aha. Gyertek, zenéljünk! Na! Na jó van, ebben a ködben. Kinek van ilyen finn hangú hangszere? Az Bence! Hogy mondhatsz ilyet rá? A kis mormoták! De nem tudja, minden egyes alkalommal befingana. Ez Andi, a basszus. Nem, a baj. De nekem nincs hangszerem, továbbra sem. Andi, E, vagy mi az Q, tudom, és F. Tudom, hogy hol van Csabi. Nem akartam zenélni. Miért? Olyan feelinges. Ráni itt a ködben. Mindjárt jön egy cápa is. Lehet, hogy megidézed a halic. Nézd meg, hogy bólogat, headbangel a kokkám. Az enyém az pont annyira lelkes a zenével kapcsolatosan, mint én. De miért? Jó, hát rátaláltál a kis madaradra. Hát tudod, azt szokták mondani, hogy olyan a kutya, mint a gazdája. Ez most itt a papagájnál is. Hát de, ez? Andi, a te esetben nem esett messze az alma a fájától. Vagyis túl messze esett. Köszi, inkább úgy mondom. Na. Ja, Bencének nem hangszere van, hanem finkszere. Miről beszéltek? Hát mert fingó hangot ad ki a hangszered, hát a serelényt tehetek? Na most Csabinak olyan. Most van. Csabi a fingós. Tar Pisti, 10 csillag. Én nem hallom bele köszönöm. Ezt. Itt nem hallasz. Hát a fingás lennem. Mit művelsz vele? Semmi. Csak a testemen keresztül. Amúgy lehet, hogy Bence azért játszik a hangszeren, hogy hangot adjon ki, ami eltereli a fingásról a hangot, és ezért azt hiszük, hogy a hangszer adja ki a fingó hangot. Jó, most Andi, elég lesz a fingós viccekből. Meddig akarod még alacsonyítani ezt a színvonalat? Rendben, Beja, abba hagyom, ne aggódj. Beja. Köszi szépen Pisti a csillagokat! Na jó. Én még csengettem is hozzá. Nekem amúgy a harmonika kedvencem továbbra is. Melyik? Szia, ez? És ez milyen izé van gitár? Hát nagyon lightos, pengetős. Hát ne lassú, ez olyan nagyon más, nem passzol. László beírja, Andi go börtön és már 2 like van rajta. Ójjaj. Ajjaj. László, nem bajban lesz-e? Most horgászik, de csak egy kézzel azért ő is szolidan. Mert a másik kezében a korsóban fogadjunk, nem? Dehogy is. Másik kezében egy kampó van a keze helyett, szóval. Ja, tényleg, azra szokta kaparni a izét kokkát. Kis kokka, erre a nyugodt számra nem a headbangelés a legjobb. Már nem is emlékszik a nevére, Bence, hát látjátok.
Miért van ilyen ritkán Sea of Thieves? Hát, mert nem tudom, általában akkor szokott megjönni a kedvünk játszó, hogyha van valami újdonság. Hű, ezek, ezt ki kéne kerülni. Bezany, ú, de jó! Jaj, Bence, nagyon teker! Neki megyünk! Bakker! Megpróbálok átmenni közötte. Jó, akkor viszont még ne teker. Most már nincs visszaút, igen. Most már ne teker, ú, bakker, el fog itt férni. Nem tudom, hogy neki fog akarni, hogy a... Ne, balra! A horga, vagy a horgászata meg fog így szakadni talán egy picit. Ú, Bence, ez az utolsó pillanatban, mert csak ezzel égettük itt az időt teljesen. Jó, most már fasza. Oh, yes. Hallod, ez nagyon kicsi múlott. Nagyon utolsó pillanatban. Andi meg csak horgászik. És kifogott valami mutáns halat. Tényleg. Zöld. Jó, te jól néz ki. Megnézhetem? Aha. Csak ne edd meg ingyenesen, minden Lajá. Csodálatos halunk meg lett éve. Hogy kell átvenni? Hát, hogyha nincs semmi a kezedbe, akkor át tudod venni. Hogy kell, hogy... Ja, most. Jó, mi, hogy kell eltenni bármi? Tele vagy kajával? Hát van kajám is, igen. Hát, hogyha tele van kajával az inventory, akkor nem tudod elvenni tőlem. Hát az úgy nagyon jó, akkor viszont kajám. Egyen meg egy banánt előtte. Az. Azt megfalatoztad. És akkor most át tudod venni. De jól néz ki ez a... Jaj, ne legyen már meg! Nem akartam! Csak véletlenül balfiket nyomtam, nem akartam megenni ezt. Szerencsétlen hal! Az Bence! Eltalálta a láva! Ez a búja a hajónkat is eltalálja. Ja, uvaaaat, bakker! Még egyet kaptam, ne már! Jó ég! Emberek, tartsátok életbe azt a hajót! Rohadt tűz, vulkán! Miért te meghaltál? Meg! Kaptam még egyet a fejembe! Az a baj, hogy nincsen vízünk szerintem, vagy van? Van, Andi, van! Young, Dancho! Itt van előttem Young Dancho! És forró víz! Nem érted, forró vizet szedtem ki a íze hordóból! Ú, Andi, várjál! Igen, hol kell? Deszkázol! Nem tudom, hogy hol jött be a víz. Nézem, hogy hol jött be a víz. Nem látom. Én sem. Ott, itt van három. Mi folyik itt, emberek? Épségben vagyunk még? Még igen. Wow, te jó én ég! Én tök nyugodtan horgászok. Ha a fiúk nem oldják meg a problémát, akkor én úgyse tudnék már pluszba segíteni. Dehogy nem. Hű, bakker. Jó. Ez mi tört most rendesen? Spa. Jó kis meleg víz volt. Hű, bakker. Ez azért most ijesztő volt. Bence, te mellettem robbantál föl kb. Tehát ja. Azt azért érted? Yep. Megettem ezt az öt halat. Amúgy annyira jó, hogy ilyenkor is a végig aludta a kis főnixet, tehát hogy ő így leszart a magasról. Ő meg sem moccant, ő aludt, felrobban a hajó, az én madaram pánik, össze-vissza repkedt, főnix az így... Don't give a shit. Hát ő ilyen karácsonyi nyugodalomban van, még mindig. Valakinek pihennie is van. Kell. Most ha megúsztuk, jaj! Nem, telibe talál! Bakker! Közel oh volt. My god, ez fölöttünk röpült el! De a vitorlán átment, lol? Az mi? Hát... Ne kérdőjelezd meg, ez így működik. Nem, egy pillanatig se gondoltam rá, hogy ez bug lehet, nem. Csak úgy furcsa volt. Fordítsuk már vitorlákat beszél irányba. Hű, gyerekek! Már 7 like van azon, Andi, hogy börtönbe kerülj! Nekem pedig az, hogy a fiúk menjenek a börtönbe. Hajjaj, hát akkor ne süllyedne a hajó egy pillanaton belül. Dehogy is, csak ügyesen vezettem a hajót. Jó messze van még mindig az a sziget, amerre megyünk. Milyen lábvíz? What? Gondolom az a meleg víz. Kérek egy labor lábvizet. Nem létezik, hogy erről is van valami nótád. De a hőmérsékletére nagyon ügyeljetek! Hát ez ne legyen túl meleg! Azaz mégiscsak. Meggondoltam magam. Oh, okay, legyen egy kicsivel melegebb annál, mint amire azt gondolnátok, hogy én ilyenre gondolok. Mi a fene? Legfeljebb kell egy kicsit várni, míg kihűl. Legfeljebb kell egy kicsit várni. Oh, jó, a refrén már remélek. Gyorsan valamelyik irányba tér ki, Csabi, szerintem jobbra. Lehetőleg úgy, hogy ne veszítsem el a kukacomat. A kukacodat? Erre hát... azért vigyázzunk oda. Vigyázzunk oda. Ajaj! Belefér! Okay. Úgy de belefér!
És most vissza! Na mennyire, Bence? Akkor irányíts el, most nem tudom, hogy már merre, mennyire tértünk el. Egyelőre még teljesen balra. És akkor... Jaj. Oké. Amúgy ez egy olyan sziget lesz, szóval van egy vulkán, vagy mi? Nem tudom. Teljesen balra. Még mindig balra? Aha. Itt lesz elvileg mellettünk, még nem látjátok? Balra. Na, én nem. Nem, ott a van egy sziget. Semmit. Nem látok. Hogyha arra gondolsz, egy nagy mi vulkán. Mi az a bolygó? Ott egy bolygó. Mi a fene? Bolygó. Jobbra! Vagy mi az? Az a hold. Az a hold. Igen. Hát de... Ja. Na hát az egy bolygó. Itt van az a hajó, aki múltkor eljött velünk. Itt balra, teljesen. Mindig balra? Hát itt van mellettünk a sziget, Csabi, nézd meg. Na akkor... Ja, hogy ez a sziget? Nem láttam semmit a vitorlától, Bence. Egyáltalán. Húzd be a vasmacskát. Hát Helena, ebben most sem tudok neked segíteni. Keresd rá Google-be vagy YouTube-on. Nem jó, Bence, ez nem lesz jó! Bassza meg a vacogó fogú jegesmedve. Gyertek, mi van? Nem hallottunk. Sebesült a hajónk. Most egyszerre ketten. Jó. Hát én gyorsan befotóztam, aztán merek. Jaj, van erre még? Kijöntöm a vizet, én majom állat. De nem van baj. Még? Vagy ennyi volt ez a kettő, Csabi? Kettő. Én nem látom többet. Sziget, ha már úgyis itt a hajónk süllyed. De valahol még mindig jön be a víz. Valamiért hát csillag. Igen, én is azt nézem, hogy valahol akkor még kell, hogy legyen. De nem, most már kimerte. Ott hátul! Aj! Ide. Az ott egy csontvesz hajó, vagy valami játékos elterjenített hajó? Melyik? Hát megy el a parton. Ennyi volt? Szerintem... Jó, már nincs benne a víz. Hát kell tudja kanyar. A fene. Szerintem az játékos, nem? Szerintem valószínűleg nem tudom, lehet. Nem hiszem, hogy a csontvászhajók ennyire közel jönnének szigetekhez. Ja, valóban. Hát... Shit. Na jó, menjünk ki. Hát menjünk, nézzük meg. Bence, te mit kanyarogsz? Amúgy. Szeretnék kicsit... De ne fogsz kijönni. Csak hogyha hátrébb tudnánk tolatni, akkor... Na mindegy, majd felhúzzuk akkor, amikor segítek. Kell. Na, akkor nem segítek. És akkor víz alatt lehet majd... bemenni? Na majd megoldjuk, igen, Bence, majd megoldjuk. Menjünk. Itt azt írt, hogy először valamit be kell gyújtanunk, majd a víz alatt kell keresgélni. Hát, reméljük összejön. És mivel fogjuk begyújtani? Az a sziget. Mire kaptunk dublont? Kaptuk dublont? Igen. Kaptam 5 darab dublont valamire. Azt mondja, hogy valaki kérdezi, ugye a Zsombor, emelt. Hogy lesz-e majd negyedik szereplő is. Hát a felsoroltak közül maximum Zsomi tudnám elképzelni. És aminek nincs meg Zsombor. A játék. Hogy ne volna meg? Nincs meg, azt mondta. Micsoda, Andi? Hát együtt játszottunk annak idején Zsomival. Én megkérdeztem a múltkor, és azt mondta, hogy nincs meg neki. Lehet, hogy izé volt neki meg. Xbox Game Pass-szal, és lehet már nem fizet előre. Ja, nem mondod. Hát akkor Zsombor, akkor nem lesz vendégszereplő legalábbis. Nem tudok senkiről, aki jöhetne velünk, úgymond. Shadovnak megvan. Nem tudom, hogy őt írták-e. Nem, őt nem. Múltkor jót játszottunk vele. Tényleg? Mm-hmm. Gondolom végigkiabált az egészet, ahogy szokta, nem? Hát vicces volt, igen. Ezt abszolút pozitívan kell érteni, még mert bárki félre érteni. Andi? Itt van egy csomó pia, rumba tölök neked! Ez Andi szigete. Itt rumok teremnek. Valamelyik outpostra el kell. Várjál! De most itt nekünk mit kell? Meg kell keresni azt a fákját, és be kéne gyújtani? Ó, de várjál már! Ahhoz nekünk nem kell az a kulcs, Bence. Hát... Mert hogy ezt a hajó hagytam. Szerintem a begyújtásához még nem, mert emlékszem utkor, amikor be kellett gyűjteni, vagy gyűjteni valamit valahol, akkor a lámpást kellett használni. Mire jó, kapok hát akkor... ennyi dublont? Találtam egy könyvet, aminek az lehet. A címe, hogy lehet Legend szarja. Of the Sea 3. De gondolom akkor ennek semmi köze hozzá. Én azt hiszem megtaláltam ezt a lámpást. Majd itt egy beacon. Andi, nézd, itt vagyok mellett. Jó, oké. Én csak azt akartam mondani, hogy találtam egy könyvet. Ó, ezt a lámpát is begyújtottam, gyerekek. Szalottuk. Jaj, de nagyon jó. De csak semmi reakció nem érkezett rá, úgyhogy... Hát, bocsánat, mondani még egyszer? Semmi. Talált egy könyvet. Igen, aminek címe is volt, meg történet is benne. És gondoltam, hát majd valamit kell vele kezdeni. Nem olvastam el, szóval akkor ezt kell begyújtani? Gyújtsuk be, ja. Na, Andi.
Mivel? Most mire vártok? Mert előbb a kart én húztam, mert akkor most te akard. Vagy akkor hát majd Bence. Nekem ilyen izi lámpa, ilyen lámpásom van ezzel, nem biztos, hogy be tudom. De nem, be lehet gyűjteni. Micsoda epic zené kapunk, gyerekek! Nagyon szép zenéje van. Gyullanak fel végig a parton a fények. Nem mondod. És valami röhög. Is. Itt amúgy biztos, hogy lesz valami boss harc, mert csomó ammo chestet láttam. Aha. Ha. Jó. Ez mi volt? Valaki leugrott, vagy csak? Oké. Okay. Nem tudom. Hát akkor itt kéne most megkeresni valahol, valamit a víz alatt. Az entrance, tehát ez az első lépés, az megvolt. A másik lépés akkor az, hogy... A víz alatt. A víz alatt, aha. Ez a könyv írja? A könyv írja, igen. Ó. Oh. Na, nézzük csak meg. Gondolom a fákjákat kellene követni, amik felgyulladtak. Ja, az sem egy rossz ötlet. Aha. Hát igen, nem oldódott fel még a könyvben semmi, már csak ez. Szia, Kivi! Hello, Bello! Hol van ez eddig is itt volt például? Itt látok egy fákját. Pont itt elvileg a hajó alatt. Ezek a kis mécsesek? Vagy miről beszéltek, Andi? Hát ők kigyulladtak, igen. Hát én rohagyjak meg, egyetlen ilyet nem látok fákját. Ott fentről. Ez mi? Fentről, amikor néztük, láttad, hogy gyulladtak be a fákják? Erre nem mutattak itt. Teljesen máshol néztem. Nem is én lennék. Nem baj, hozok deszkát. Ezeket be tudom én még gyújtani, vajon? Hát, ha mutatnak valami helyet. Nem, ezek a fákék, amik előbb felgyulladtak, most begyújthatatlanná váltak. Érdekes. Pedig előbb gyújtottál be fákját, szóval szerintem ezek a jó fákják. Hát egyet begyújtottam. Na, ezek viszont begyújthatatlanok, szóval biztos, hogy akkor ezek azok, amiket kell követni. Mert ezek akkor ezek csak egy pillanatra égtek. Merre vagytok? Én lent vagyok a parton. Én is lent vagyok a parton. De mit tudom, hogy ezek a fákják vannak? Hát leestem, úgyhogy most próbálok oda visszamenni. Mármint, hogy én már lent vagyok a parton, én is csak. Nem tudom, hol vannak itt a fákják, nem látom őket. És a víz Andrei alatt van, de ez tudja, hogy így van leírva a könyvbe, Bence? Mindjárt olvasom neked szóról szóra. Jó, kíváncsi vagyok, mert ez így. Entrance is hidden below the waves. Tehát, igen. A hullámok alatt hullámok van. Alatt. Aha. Azt mondja, hogy én meg tudom találni, hogyha begyújtom ezt a cselleget, ami a tengerpartra néz rá. Tehát Andinek jó sejtése volt az, hogy a selle fogja megmutatni azt, hogy hol kell ezt a bejáratot megkeresni. A fákják mutatták valóban ebbe az irányba. Szia Krisztián, köszi szépen a csillagokat! De nem akarok addig ide lemennem, eddig nem tudom, hogy hol vagytok. Hát én itt vagyok a parton, az előbb itt láttam valakit. Itt van egy ilyen nagy gejzír, az előbb ki is lőttem magamat vele. Gejzír? Itt van a másik srácnak a hajója. Na, ide most is láttak, mutatom. Igen. Csabi is itt van. Gyere, Csabi! Szia! Itt van Bence. Na, ez az utolsó fákja itt a parton. Elvileg. Szóval, let's go. Ja, hogy ezek a fákják, de ezek nem is világítanak. Hát most már nem. Csak felvillantak. Ja, csak felvillantak. Ó, a cselesek. Itt amúgy? Ez micsoda? Ez egy parlang bejárata lesz, alattunk fogadjunk. Ide kell gondolom berakni ezt a kulcsot. Ó, az jó ötlet, az jó ötlet. És itt a koponya, ami a könyvben van. Jó, elmegyek a izéért, kulcsért? Ja. Jó, elúszok. Nem hoztad magadra? Nem, hát persze, hogy nem. Én addig visszaviszem azt a smaragdot, amit találtam a parton, szóval én is jövök. Hű, bakker, el fogom téveszteni ezt. Na mindegy, majd megtalálom. Jó messze vagyunk viszont a hajóval. Nem kérek közelebb parkolni? Hát, az a baj, hogy itt van ennek a másik srácnak a hajója. Hát jó, de most eddig se bántott minket. Ez ugyanaz, aki ott volt a szigeten, mi se bántottuk őt. Jó, most már lesz egy smaragd, ami 2000 gold, de hogy ennyi az összértékünk. Meg hogyha a rumokat felhozzuk még. Szia Márk! Szia Jani! Hát Adrián nem is írja a neved mellett, hogy
megosztó rang lenne, szóval nem tudom, hogy akkor hogy osztottad meg, vagy hol osztottad meg. Általában akik megosztják, azok kapnak ilyen megosztó rangot is a nevük mellé. Megosztó személyiséget. Ezt akartam mondani, Bence! Szóval nem tudom, hogy miért nem érzékelte a rendszer. Na. Én hozom. Megnézem, hátra találok itt valamit, amivel tudok addig csinálni bármit is. Csabi, nem segítesz nekem egy kicsit hátra parkolni oda, hogy oda... Most, Bence, ezt most kell? Szerintem igen, és akkor legalább közel lesz, nem, neked se kell annyit úszni a kezedben a smaragda, mivel... Jó, hát akkor jó. Kicsit itolatunk. Azt vágod, hogy már rég odaértem, hogyha nem ezzel szarakodunk. Nem amúgy, gyorsan ott leszünk, legalább jó helyen lesz a hajó. Itolatunk? Hogy akarsz ilyen kitolatni, Bence? Most tolatunk, nem? Nem tolatunk most ilyenkor? Mit tolatnánk? Meg sem ott van a hajó. Várj, akkor kicsit kifordítom az elejét. Nem, ez a befordítás. Vissza. Hát, bele fogunk akadni a sziklákba. Jó, hát akkor próbáljuk meg. Megpróbál megfordítani a hajót. Miről maradtál le, Hanna? Hát érsz ebben mindenről, ami eddig történt. Hát ez nem hangzott túl jó, túl biztosan. Mindig ezt mondom. Igazából semmiről, mert visszanézhetőek a streamek. Ó, Bence, de amúgy ez régen nem volt, amikor így kifordult a hajó, ugye? Szerintem csak nem tudtuk, hogy van ilyen. Nem, szerintem próbáltuk mi ezt már. Na jó, van, akkor elmegyem nagy üzeget. Bianca nálad írja, mert ott van a neved mellett. Egy vitorla most elég, nem, Bence? Aha. Nem kell túl gyorsan menni. Jó, jó lesz az. Bele is kapott a szél. Bele bizony. És akkor ide kő mellé elég, hogyha leparkolunk. Szólj, hogyha engedjem a vasmacskát, jó? Hát igazából mehet. Biztos? Mehet, ja. Na, hogy neki menjünk. Tökéletes. Oké, megérkeztünk. Ennek milyen tök jó modern hajója van annak a csávónak? Amúgy elvileg a trailerből az derült ki, hogy a küldetés jutalmak azok nagyon hasonlóan ilyen tüzes kinézetű vitorlák, meg hajódizájnok, meg ruhák, szóval ilyeneket lehet szerezni majd a végén. Jössz? Ha sikerül. Mehetünk. Gyertek majd, mert megfulladok lassan. Jövünk, Andi, csak ez lassan lehet úszni. Nyomd a shiftet, akkor gyorsabb. Nyomom. Tehát így is lassú, mert nem tudok két kézzel úszni. Ide kell bele tenni? Aha, inzertelt be. Ó, oh, yes. Azaz, oda néz! Nézd meg! Menjünk be, amíg meg nem fulladunk. Húha, itt remélem lesz oxigén. Nagyon, nagyon epic. És ez már az ő hangja lesz? Itt nincs oxigén, Andi. Igen, próbálok fölfele menni, hát ott valahol van. Én már fulladok, nem is kell. Tök jó. Fulladsz? Jaj, ne. Fulladok. Basszus, egy mély levegőt vehettünk volna. Itt van oxigén. Oké. Okay. Utolsó pillanatban. Valami csapdát állítod nekünk. Na jó. És hogyan tovább, erre lefelé? Mint a víz alá? Szabálom, sincs. Hát másfele nem nagyon lehet menni. Uiii! Ott egy luk. Vagy onnan jöttünk? Nem, az jó hely lesz. Ja. A zene alatta, de jó. Hogy tudok egy kampóval úszni? A kampóval kapálom a vizet. Andi, milyen kis vezit lábaska? Hát nem akarok nagy zajt csapni, a PUBG-ben már megtanultam, hogy nem kell cipő. Ja, jogos. Ezért van a másik lábad fából? Annak most annyira nem lehet jó, mert megázik, aztán feldagad. Feldagad a bokám is. Megint le! Lábam is milyen. Hát... Ó, te jó. Micsoda? Meg a szakállam. Hű, nagyon epic te, ez az egész hely. Epic, jól néz ki. Jól néz ki, jó a zene. Hangulatos, barom jó. De miért jön veled a papagáj, Bence? Velem van a papagáj? Hol van? Hát itt követ téged végig. A víz alatt, meg mindenhol. Kis koka! Parkör! Ja, imádom! Lesz kvíz meg a bilincs is? Úristen, Andi! Én meghaltam, jó volt. Jézusom. Ét per étmét. Oké, honnan indulsz, amúgy honnan kezdesz?
A hajóról. Mármint a szellemhajóról. Úgyhogy nem tudom, gondolom a saját hajónkat. Na megvárunk itt. Megvárunk. Bence, index képnek milyen jól nézne már ez a rész ki? Epic jól néz ki, amúgy igen. Nagyon jól néz ki, ez tényleg szép. Hát belül felidegesített minket, a szó is onnan jött. Ez az ilyen videós mentelés, meglát egy ilyen helyet, és így... Ó, Bence, index képnek! De mindig, hát nekem mindig ez a van a fejembe. Nagyon epic. Ti amúgy keresztül tudtatok rajta ugrani? Igen, elsőre sikerült, aha. Honnan indít, ez de jó. Nem kell szerencsére újba. Gyerünk, Andi! Azaz. Tudtulunk. Nice. A kokka leesett, gyere már ide. Gyere kokka. Hát figyelj már, ő is jöjjön velünk. Jaj, na most fog fulladni. És jön a fulladós rész, igen. Aha. Hát nem sok fény van. Azt mondja, hogyha még visszafordulunk, akkor talán élhetünk. Menjünk ki a felszínre, vagy itt nincs víz? Vagy mi az felszín? Nem tudom, merre kell menni. Erre? Én nem tudom, fogalma... Hát Bence... Szerintem arra, mert Bence jön. Először. Ó, ez az. És hol a kokka? Na gyere! Te jó ég! Jó, akkor ott maradsz. Wow! Olyan, mint a három út is lenne. Aj, de epic, ez nagyon jól néz ki. Durva. Nagyon komoly. Na itt van a jel. Ezt meg ne nyomjátok még velünk, ezzel vissza teszünk. Ez a tűzjele. Az a flame, a láng. Na bocsánat, nem flame, tűz, hanem láng. Aha. Azt hiszem, hogy ez volt a lángjele, ez volt a kis kulcson is rajta. A gondolom megint kírja a nevét, nem? Akkor ez a Lord Flame King. Valószínűleg. Nem írja ki. Mert itt van egy jelzés, ezt hogy olvassam el? Hát, ha megtudom róla, hogy ez mi pontosan. És hogy olvasod el? Hát ha rá, eddig az volt, hogy ha rámentem, akkor kiadta, hogy mit ír. Megint vannak ilyen jelzések? Aha, de most mi a tökön volt ez? Szerintem rosszat nyomtatok meg. Ne, most nem csinált semmit. Ott nem fönt tudom, amúgy ez... mutatja. Mit? Fönt van az. A jelzés, néz. Fent van, igen. Meg, ja igen, tényleg. Van három halálfej. Mind a három halálfejnél van egy jelzés. Igen. De milyen jó ki van már dolgozva ez a halálfej is? Nem fogok beengedni. Szerintem sorrendbe kell őket valahogy, nem? Aktiválni? Nem. Ez mi ez a hang? Mindegyik az az van közelebb, úgyhogy nem. Akkor ez kell, jó gondoltam én. Megdobtad, Csabi? Meg. Most kinyitod a középső ajtó, de az is a kinyitod. Melyikbe menjünk? Várjál, Bence, van még egy harmadik koponya is. Kinyitódik az összes. Be lehet így dobálni. Aha. Jó, és melyikbe menjünk? Kinyíltak, mind a hármat meg kellett ütni. És most a jó. És szerintem egyébként meg tök mindegy, mert lehet, hogy mind a háromba kell járni. Jó, akkor menjünk először. Itt látom a szélén. Jézusom! Csapda! De imádom az ilyet! Jaj, Tomb Raider! Ez rohadt jó! Úristen! De mikor volt ilyen a Sea of Thieves-ben? Most. Hát Csabi... Ujjj! Ó, ez közel volt! És most ezzel mit csináljunk? Hát nem tudom. Lehet, hogy most vissza kéne mennünk, és a másik ajtóknál... Igen, akkor hát lehet, hogy ott van a másik két rend. Jelzés. Hogy ezek mikor oldódnak föl. Amúgy várjál, itt is van valami. Itt is van ilyen bomba. Ugye ehhez kell az előző két ajtó, nézzétek meg, oda van írva. Igen. Ja, igen. Bal oldali a flame, a jobb oldali az nem tudom mi volt. És bezárult az ajtó. Mi a szar? Komolyan? De ott van egy, nézd, ott egy koponya fent. Azt lehet megint meg kéne dobni. Hozok dobót. Hol van a koponya? Jó, jó. És hol a másik koponya? Nincs még egy koponya akkor? Kettő kell, nagy legyen. Szerintem csak többször dobta meg Csabi, nem? Nem, ezt egyszer elég meg. Nem. Egyszer dobtam meg. Mert többször dobtam meg, de csak egyszer találtam el jól. Ja. Hát basszus. Ugye nem szóltunk be ide. Nem. Dehogy is. Az elég hülyeség lenne. Mi volt ez? Én is megdobtam a koponyát, hát ha... Ott lent van. Valószínűleg van itt még egy elrejtve. Na most? Na de hol? Nem jó. Nem jó, igen, hát nem, de... Ott van. Emberek? Mit évő le... Lehet itt át kell...
nem tudom, ötletem sincs. Ott van a másik jelzés, fiúk. Hol, hol, hol? Hon? Ott fönt. Jaj, tényleg ott van egy. Megvan. És kinyílt? Nyitott az ajtó. Ó, te jó ég. Ajajajajajaj. És ez még záródott, ez ennyi volt? Igen. Az istenit hát. Én bejöttem. Szóval gyorsabban kell. Ja, most kinyílt? Te be? Mi nem? Nem, nem. Nem tudom. Nem, kinyitadok. Oké, okay. Hú! Átfutottam. Ti is? Ez nagyon komoly, de tetszik gyerekek. Ez baromi jó, ez az eddig legjobb update, esküszöm nektek. Imádom. És ez itt mit tud ez a kar? Meghúztam, és az égvilágban nem történt semmi. De, ez itt egy kerék volt. Az első ilyen off. Lehet, hogy a többieknek át kéne segíteni a társait. Átmegyek én ezzel, most meghúzzátok a kapcsolót? Meg. Hol van a kapcsoló? Ott volt a falon. Nem látom. Hú, volt. Melyik? Jaj, ez? Aha. Ne, most még ne húzd meg. Most, oké, okay, most. Most kikapcsolta? Mögöttem is. No, akkor három kapcsolót, vagy négy kapcsolót kell megkeresnünk, gondolom. Jó. Akkor egy ki van kapcsolva, hol lehet a többi? Hát, ez egy jó kérdés. Tehát, hogy vissza kell mennünk? Hát, csak hát. Nem. Esetleg a víz alatt, mondjuk az hülyeség, nem? Bár nem, miért lenne hülyeség? Gyönyörű ez a játék. Itt egy kapcsoló, mondom! Nekünk is nagyon-nagyon tetszik, abszolút. Jó, két kapcsoló. És köszönjük a csillagokat is egyben. Jó, két kapcsoló megvan. Ez mi? Ja, Phoenix. Hát lehet, hogy amúgy csak simán át kell jutni rajta így, hogy... Biztos nem. Hogy, Bence? Ott kizárt. Aha. Hát akkor... Hát itt is egy kapcsoló. Megvan az összes. Három. Megvan, ó király. Mind a négy, mert én is találtam egyet. Oh yes. Oh. Szuperek vagyunk. Koncentrálok, nem szomorú vagyok, Bálint. Szomorú lennék, akkor nem streamelnék. Ez most kérdés, hogy ez most ilyen átugrós, vagy meg kell dobni valamivel? Előbb én átugrottam egy ilyenem, de... Én már át is jöttem. Mi? Oh. Még ezen... Oké, Úristen! Ezt el kell kapni a létrát ott lent. Ne. Azaz. Nekem nem sikerült. What the fuck? Te is meghaltál, Csabi? Effel. Hú, messze van. Nagyon messze van, ezt nem is lehet. Vagy csak annyira ki kell számítani. Megvan. És akkor persze most innen. Ledobott. Nem. Engem is ledobott. Tényleg, ilyenkor hogy zenélünk? Sziasztok! Megjöttem én is. Hello! Remélhetőleg azért oda dob minket vissza. Yep. Mert így, hogy mindenki meghalt, nem tudom mi lesz. Hú, az tényleg gáz lenne, ha most így... Jaj! Nem. Vigyázzatok, ne nyomjátok a vét, amikor újra élettek. Álljatok meg egyből, mert belesétáltok a lávába. Oké. Okay. És ide tett, de jó. Jó van akkor. Ja, amúgy jó ez a checkpoint rendszer, ez eddig nem volt így, nem? Tehát az eddigi küldetéseknél. Hát is nem is voltak ilyen nehezek. Jó, mondjuk nem is voltak ilyen nehezek valóban. Szóval messziről kell elindulni shift-tel. Itt a kis kokka hátulja majd szerencsét hoz. Péter, egyedül te írtad, mint probléma, úgyhogy frissíts rá. Az mindig megoldás. Ó, nice! Van? Ha visszhangos lenne a stream, akkor nem csak nálad lenne probléma, és mindenki írne. Nekem nincsen kardom napsugára, azért nem használtam azt. Igen, egyébként lehetne ez elsőrni. Andi, meg vagyunk! Gyere, megvárunk! Egy hülyeség lenne, ha csak karddal lehetne megcsinálni. Jaj. Neki futásból, Andi, messzire. Azt akarom, csak kivárom. Azt megvan, király! Itt van egy ammo chest egyébként. Itt vannak kaják. Akkor gondolom, ami harc jön most, nem? Hát... Nem tudom, itt van egy ilyen emelő. Szerintem ezt vágjuk el. Vagy nem lehet... Mit kell csinálni? Fel lehet húzni? De hogy? Hogy kell ezt felhúzni? Nem tudom megmozdulni, haló? Az előbb fel ment egy kicsit. Igen, folyamatosan emelgeted. De én nem csináltam semmit. Akkor megnézhetem én is? Hát nem tudom elengedni. Na most, most elengedtem. Itt van. Hogy emeled? Hát a S betűvel.
Lol. Gyere, gyors, Bence! Engedd el és gyere, fussát! Oké. Okay. Ott maradt, jó van. Ó, jó. Valahogy jól sejtettük azt a harcot. Hát igen, már ideje volt, ennyi csapda után. És még mindig jönnek. Hát én meg akarom dobálni. Takarodj! Jézus! Várj még! Meggyulladtam! Igen, nem már! Ez kár volt. Nem tudtam, hogy ezt csináltad. Igen. Ha megdobjátok ezeket a koponyákat, úgy lehet, hogy ilyen lesz. De amúgy halott? Ha? Ezt akartam mondani, nem lehet, hogy inkább ezekkel kéne őket elpusítani? Igen. De nem, mert őket nem sebzi, engem viszont igen. Nekem már nincsen ambom. Hát akkor marad a kard. Amit továbbra sincs nálam, mert két fegyvert hordok magamnál mindig. Ó, basszus. Lehet, hogy van itt ammo chest amúgy. Ott kint volt, Bence. Ott, ne, ott itt van, megvan, igen. Van. Hol? Itt. Dobok megint egy fejjel. Aj, Bence. Szóval ilyentől már nem tudom, hogy merre jön a láng. Meg fog halni. Én is. Áááá. Bence, ne dobáld azt a izét. De lehet, hogy őket meg... De őket nem sebzi. Nem sebzi őket. Akkor mit kell csinálni? Nem lehet, hogy csak a végtelenség kell ütögetni őket, az kész. Szerintem egy ideig jönnek, egy ilyen hullámokban, nem? Mondjuk lehet. Van itt két másik játékos is a hajón. A szellemhajón. Lehet, ők is pont itt haltak meg. Na jó, egy kis szóda. Bence, figyelj! Oh yes! A jó ismerős hang. Szia! Hello! Mi a helyzet? Hol haltál meg, jó uram? Én? Valami lávánál. Ti már újra is élethettek? Ebben a live-ban mit tűztem ki célnak? Semmit. Tudom, hogy ez nagyon demotiválóan hangzik, de tényleg semmit. Hát az, hogy haladjunk ezekkel az új küldetésekkel. Jaj, de már! Már itt vannak. Már ott várnak és figyelnek. De hát, itt vagytok? Igen. Aha. Ennyi lett volna. Ennyi kellett volna, ne szórakozzatok. Na, jó van. Oh yes. Na, ezek legyapvan. Következő, gondolom ezt is ugyanúgy ki kell nyitni. Ah, de epic már ez is. Itt megint van egy ilyen csiga. Utolsó pillanat. Oh! Ne, megint a égek, hát nem hiszem, mert élnek. Vödör víz kéne nekem, és akkor az a lehetne önteni a másikat, nem? Hát az a baj, hogy nincs nálunk víz. Kiítok egy oldalon, az idő alatt kell átjutnunk, ameddig az az ajtót le nem záródik. Nincs a kajám, bakker! Ez mi a fene? Hello, én miért gyulladtam fel? Azt nem tudom, de én is felgyulladtam tőled! Az is lehet, hogy akkor egymást sütöttük ott fel, szuper. Fúss! Meghalok! Jaj! Ne egye meg! Az így... Ez így elválasztod minket Csabitól. Na most kíváncsi lesz, hol éled újra. Na most tényleg érdekes lesz. Ó, nézd csak, itt lesz a tűz ellen majd víz, Andi. Aha. Sárkány ellen sárkány! Ez az új quest, amit a kocsmában lehet felvenni, igen, Peti. Mindent a kocsmában lehet felvenni. Szóval játék már csak ilyen. Köszi, Alexia! Mi a fasz? Ez mi volt? Mibe adtam meg? Az nem víz volt, mi van? Az nem víz volt. Nem már, mindenhol vannak ezek a tüskék. Nem hiszem el. Csabi, ez mi volt? Én is beszaladtam Csabiját, utálom. Gyűlölöm. Te hogy lehetett? Itt van mellette a víz, én mutatom és ehhez tovább szaladsz a tüskével. Mit mutatsz? Hát te mit mutatsz? Miért kell? Én láttam a vízbe, itt lotyogtattam a seggemet, azt... Lotyogtattam, hát én akkor nem fog megfürödni, neked a segedázik benne, már ne haragudj. Fiana, ez most bőven eléggé van olyan rage-es játék részt, mint a... De amúgy a Blind Forest-et már kijátszottuk, a második részt csináljuk most.
Szóval, hogyha nem látod, akkor vissza tudod nézni itt Facebookon. Ja, hogy én ide jöttem, értem. Hol a víz? Itt volt a víz. Merj el egy vödröt, hogy már le tudjuk önteni egymást. Ó. Oh. A seglotyogtatott vizemből. Na, és mutatom, hogy kell. Nem. Így kell? Biztos? Mutatom, hogyan kell. Hallod? Nem is összenyomott, hanem csak neki mentem a fatüskének. Nekem is ugyanez volt. Azt hittem, ebben nem halunk bele. Szóval, azt akartam amúgy mutatni, hogy vannak ott ilyen rések oldalt, ahol be lehet szaladni. Igen, be lehet szaladni. Jó, oké. Okay. Akkor értitek. Én tudom. Találtam egy könyvet, oh yeah! Már háromszor meghaltam. A könyvek nem érdekesek, Csabi. Biztos? Biztos. Hát azért végigörgetem át, ha valamelyik nézőt érdekli, és tud gyorsan olvasni. Meghalok! Meghúztam egy kart! És mit csinál? Elállított a tüskéket? Lejön egy fal. Én kikerültem a tüskéket, túl vagyok rajtuk. És itt van mögötte egy... fal. Oh, hello! Oké. Okay. Megvan. Csabi, azért várj meg minket is. Megvárlak, nem megyek tovább. Jó! Itt már biztonságos. Andi is itt van. Jó, király. Mehetünk. De hát... szép ez a hely is. Hát menj már, ez mi? Több oda néz. Mi a fene? Wow! Ez lehet, hogy a hajója volt. Ah, de komoly ez a hajó. Aha. Szeret. Ott a csávó! Az a tő? Aha. Ez a Stitcher. A szolgálja, aki dolgozott neki. És az az elátkozott láda, amiről beszéltek most, hogy belenyúlt, megígette a kezét. Ez volt az áldozat hozzá. Ó, oh. Csabi közben átparkőrözött alul. Wow, nice. Ja, de innen, jaj, te létre. Na, ezt így indexkép, tessék. Tessék, index, ez tényleg indexkép. Imádom, gyönyörű! Nem! A lábujjam hozzáért. Ne, Bence! Sorry. Igazából most a láva szó nagyon megy a YouTube-on, szóval ha beleírod a videó címébe, hogy láva, akkor az instant 100 000 megtekintés. Miért? Mi ez a láva? Láva? Hát nem tudom, most ez megy. Miért? Mindenki lávás videót csinál. Jaj, nem már. Na. Jó. Van itt egy chest. És belemersz nyúlni, hogy attól halt meg a csávó. Ne, nem. Csabi. Nálam van, nem nyúltam bele, csak hozom magammal. A Bencét várjuk meg. Hagyjussak el, én is tényleg, hát azért... Meg, jó, megvárunk. Meg. Hát a random stream az attól random, hogy nem tudom megmondani előre. Ja. Hú, sikerült átjutni, jövök fel. Bence az izé csirkéje még mindig ott van. Az nem csirke, az az én kis kopkám. Csak segítsd meg ki elmára. Akarod hozni? Te elvettétek, hogy ezt felvegyem? Én felvettem, de nem nyúltam bele, csak pikább. Csak fel lehet venni. Nem. Igen. Úgyhogy azért nem kell félni. Miért kell nekünk ez az elátkozott kincs, amiből előbb láttuk, hogy megölt egy embert? Lehet, hogy ezt csak ő tölte meg. Ó, itt egy ilyen szoborfejű. Egy Return to my ship. Bence! Azt, hogyha meg akarom... De ez nincs lába, akkor semmi. És csak? A ládát. Aha. Mert? Hát nem tudom, mert itt van egy kis altár neki, és... Várjál! Mindegy, gyújtsuk be azt a koponyát, eddig még minden koponya begyújtása jó. Na, ezt akartam mondani. Na, a falat ezt lehúzza. És gondolom meg is tisztítja a ládát, nem tudom. Nézz. Ammo chest. Ammo. Aha. Van itt egy ilyen, nem tudom, ez lift akar lenni, vagy mi? Hát... Itt vagytok? Hát ott? Igen. Hát csak nem lesz olyan veszélyes, átmegyek itt. Ó, bakker! Mi ez? Jaj, rá kéne jutni, de jó. Aha. Hát Csabi, itt neked különösen nehéz lesz azzal a ládával. Tudom, de majd mindjárt kifigyelem, hogy működik ez, aztán átmegyek. Mit már lehet is jönni? Ó, te. Ó, te! Tűzből nem lesz elég egy jó ideig. Vigyázz! Igen, látom. A lángszóró? Mi itt az energia, hogy évezredek óta itt pörög ez?
Jaj, ezen nem. De rohadt nehéz ez a ládával menni, hát nem látok tőle semmit. Borzalmasan rossz. Meg vagy, Csabi? Igen, de még várjál, jövök. Most elvileg. Ez az. Mindjárt fel fog robbanni ez a láda. Hogy néz az ki? Siessünk meg, de tegyétek le erre az altára. Az hogy sikerült oda leraknod, hogy lerakjon? Hát ezt nem tudom. Oda mentem és... Vajá, nincs kajám. Lehet le kell hűteni. Le kell hűteni néha-néha, mert különben fel fog robbanni szerintem. Ó. Ez most nem tudom, hogy segítette. Aha, segített, ott lejön egy fal. Aha. Hozzad akkor most te? Jó, hozzad te. Aha. Jó, most jól lehűtöttük, de ellenem majdnem felrobbant. Hú, te. Jézusom. Hogy? Sikerült jönni. Megint egy kis lehűteni való. És itt most meg hogy vagy, le? Csabi? Meg. Ugorjatok itt, Leti, én nem merek leugrani ezzel a ládával. Várja. Igen? Hogy át kell ugrani? Mit kell? Át szerintem, majd akarok átugrani. Ez az, sikerült. Hát aha, meg... erre kell, mert itt vannak még csapdák. Hát de ezzel nem lehet meg... futni, emberek. Le kell vele esni, Bence. Ott van lent, ahova le kell rakni, nézd. És errefelé mi van? Elég fel is eltok végig is. De Bence, ennél le tudod hűteni amúgy, hallod? Ide kell rakni a ládát. Már hűtöttem. És akkor mit csináljunk, Andi? De tehát, hogy itt fent is lehet menni tovább. Hát meg itt lent Andi. Is lehet menni tovább, igen. Az a lenti rész volt, ahonnan jöttünk szerintem. Igen. Előbb oda tettük a ládát, igen. Nehogy leess, Bence. Akkor megvárom. Várjuk meg, Andi. Igen, várjuk meg. És melyik volt akkor, ami föl? Ami... Mit erre? Hát vissza egy picivel, följebb, tehát mindig fölfele kell jönni. Ja, jó, oké. Okay. Meg van? Igen. Igen, mondjuk erre számíthattunk volna, hogy ez a láda, hát ez épp ellenkezőleg, ez nem minél tüzesebb, hanem minél hűvösebb, annál jobb. Krisztián, több vesz kéne ebbe. Ebbe a játékba, azt lehetne változtatni rajta. Valakinek nincs egy kis kajája? Andi, nincs egy kajád? Hát alig van HP-n. Szerintem tudok adni. Megköszönném, mert nincs kajám semmi. Köszönöm. Majd lehet, hogy kérek még egyet. Köszi. A banánom nem disztóláb. Na jó, mehetünk. Na hát akkor... ez így ládával lepik. Nehéz. Mi a fa? Mi volt ez? What? Mutogatják a kezüket. Én... Mi a fene? Elég fedesz. Egymáshoz nyúlnak. Élek. Vigyázz, mert ott tűz lesz. Hol? Ahol Csabi van. Oh! Víz! Jó. Ó, oh, hát ezekkel azt hiszem küzdeni kell ismételten. A ládára nagyon vigyázzunk. Bele kell rakni most a vízbe, hát most már nagyon ja, ég. Ja, tedd bele a vízbe. Jó, oké. Okay. Beleteszem én. Jó. Hozom. Remélem lehűlt. Szia, Melcsi. Ja. Aha, csak meg fog halni. Meg fog halni, mert nincs már HP-m. Nincs valami kajás. Nézd meg. Nézem. Van ebbe kaja. Ez az. Hűha. Az lenne durva, hogy ezek még fel is gyújtanának. Megvannak? Takarodjatok. Mocskok. Nekem bambó cseszke. Van egy az is. Haj, de jókat védenek! Szíjjel robbantott az. Valami kapitány? Mi ez? Ki ez itt? Ez erősebb, mint a többi? Hát igen, többet bír. Több kapitány is van. Annyira epikül megcsináltak egyeket, de nézzek ezeket a modelleket. Nagyon szép. Hajjaj! A francba! Mennyi kell ebbe? Jó, megvan. Jó. Nice! How dare you! How dare you! Úgy hangzottam, hogy nagyon. Van egy még kajás láda valahol? Hát... Van egy hordó.
Ez az kaja. Ó, végre. Ezt kell felhúzni itt. Várjál, keresünk még kaját, Bence. Ennyi volt itt. Sehol máshol lehet, hogy lesz. Hozom a izét, ládát. Most de viszem előre, Bence, mert le kell hűteni. Oké. Okay. Nincs is semmi izé. Itt a víz. Ah, jó, oké. Okay. Egyszer már majdnem olyan durván benéztük ezt, felrobbant. Ja, hát mert nem is tudtam, hogy ez ilyen. Igen, hát nem tudtuk. Ah, itt megint vannak csapdák. De mász már föl. Nézd meg, hát nem tudok kiugrani. Ki akar lenni a ládás? Hát, hozhatom. Hozzam? Sok sikert, ez jó nehéz lesz. Hát ez... Hol a láda? Nem, hol a láda? Itt van a... Ja! Nem? Wow. Ez itt halál. Jézusom. Szia, zombi. Víz. Ah, jó. Nos. Na, mert akkor el tovább. Erre? Most itt víz alatt kell majd jönni. Ja. Na, akkor legalább ládával nem kell szarakodni, csak be fog fulladni, nem fog gyorsan úszni. Hát biztos lesz majd itt hely, ahol lehet levegőt venni. Jó messzi. Hű, bakker. Lehet-e már tényleg? Mi van a chest-tel? Azt mondja, hogy most már nincs erre szükségünk, hogyha valóban szeretnénk, akkor vigyük. Ó. Ameddig nem találkozunk újra. És ez vajon föl... van jelenteni, te jó ég. Föl fog gyulladni a izé, vagy nem? Hát majd most meglátjuk. Tudja a fene. Ó, itt fel lehet menni? Szerintem nem fog, mert már füstölne ez. Olyan fene tudja. Hát most víz alatt jöttünk bele végig. De... Kim vagyunk? Hol? Várjál már... Bence, te hol jöttél? Lent? Én is tudom, Bence, hol ment ki. Egyetlen egy út van itt a víz alatt. Szóval a víz na. Alatt. Aha, jó. Akkor... Szerintem ez lesz. Gyere, kövess, Csabi. Ja, hogy itt? Ó! Oh. Pendragon azt mondja, hogy jöjjük oda neki a ládát, hát ezzel meg tudja menteni a volt csapatát. Menj már ki a víz felszínre. Ó, oh, gyerekek! Ez nagyon epic volt! Adsz oda neki. Nagyon epic volt, abszolút. Na gyere, nézzük. Hát, megnézzük, hogy majd marad-e még barátja, akit ezzel meg tud menteni. Bár azért kíváncsi voltam, hogy... Kíváncsi lettem volna, mi van benne. Mondjuk lehet, hogy csak egy elátkozott mágikus láda, és igazából nincs benne semmit, csak a mágia rajta fontos. Na nézzük. Hogy lehet ennyire epike megcsinálni valamit? Nézd meg! Ezt fel fog szerintem robbanni. Azt a mindenit. Visszatér az élők közé talán? Vagy csak megmenti a barátait? Hogy ment meg a barátait? Szerintem ezek a lelkek lesznek körülötte a barátai, nem? Ah, tényleg. Aha. De jó. De jó. Hát ez többet ér minden lootnál, amit benne találhattunk volna. Micsoda csapat. Én azért egy kis aranyat elfogadtam volna. Na jó, egy kis arany az, aki mi sor jött volna. Még lehet, hogy kapunk a végén, nem? Szellemektől, Csabi! Igen. És ez csak egy ajtó volt, hogy mi lett volna a többi mögött? Let's be sure nobody else falls into Flameheart's clutches, eh? Eltűnt az egyik, másik, harmadik. Ennyi volt. Papá! És itt a vége. Tail complete. Nekem ki írta ezt? Nekem nem. Aha, itt a mese vége. Fuss el véle. De még röhög egy kicsit azért. Ez ki volt az, aki röhögött? Nem tudom. Fokka? Na. Hát gyerekek, ez epic volt, ez nagyon jó volt, ez nekem nagyon tetszett. Nagyon jó volt. 8000 gold.
Azt a mindenit. Ott van, tessék Gandhi, a szellemektől megkaptuk a pízt. Ó, de rohadt jó, és megvan ez a hajó kinézet is. Aha. Igen. Én nem kaptam ezeket, meg csak a pénz. Pedig ott kiírta, de azt se írta ki, hogy te a completed, úgyhogy... Nálad úgy lehet. Miért? Nem tudom. Mert én nem szavaztam, lehet azért. Szerintem? De akkor meg miért indult volna el nélkülem? Nem hiszem, Andi. Nem hiszem, hát... Két szavaz az kell háromból, hogy elinduljon, szóval... Nem tudom, én nem kaptam semmit. Hú, ez nagyon jó, gyerekek, ez... Ha valaki lemaradt erről, az mindenképpen nézze vissza, mert ez baromi jó volt. Igen. Ez nekem nagyon tetszett. Ez volt a legepikebb update szerintem eddig. Ja, nagyon jól megcsináltak. Kíváncsi vagyok azért, hogy mi lett volna még az ajtó mögött meg. Az, hogy esetleg van-e még valami újdonság ebben a Heart of Fire update-ban. Ez a mi hajunk? Most megküzdünk-e halicápával? Hát, ha jön, simán. Meg amúgy van ez a két küldetés, amit Andi felvett, azt is meg kéne nézni. Ja, itt amúgy Máté azt írja, hogy holnap is jön Sea of Thieves update, 11-től szerver leállás lesz. Nos, hát akkor... Éppenséggel, hát ha nagy update-ről van szó, akkor még tolhatunk valamikor a következő hetekben, én benne vagyok. Hát ha hogyha ilyen sztori jellegű, akkor szívesen. Ez nagyon jó volt, gyerekek, ez tényleg. Neked se írtak ide, megkaptad, Jenny? Akkor majd megnézem. Megnézem, hogy itt be lehet vajon tenni ezt az új hajófejlesztést? Szerintem az csak szigeten, nem? Vagy lehet igen, hogy csak szigeten. Vanity chest, clothing, equipment, hát igen. Hajó vanity gondolom nincs itt. Akkor megnézzük azt a két szigetet? Aha, és itt van az egyik pont mellettünk, szerintem azt az Ascent, azt javaslom. Jó. Mit csinálta a Phoenix? Hát, jelöli az utat. De aranyos. Pillanat, mindjárt jövök, addig irányítsatok el oda a hajót, vagy rátok bízom, csak ne trollkodjatok. Most ezt mire írtad, Pálma? Másodperc. Na, szóval akkor hova kell menni pontosan? Hát, azt mondja, hogy... elmetek egyenesen. Most az Ashen Reach-hez kell elmennünk, vagy hova? Igen, az Ashen... akkor meg kell fordulni. Akkor meg kell fordulni, teljesen. Jó, na akkor Andi. Húzzon fel a izét. Vagy húzzuk fel, erre. Jó. Most kell Bencét börtönbe szavazni. Megcsináljuk? Gyere, menjünk. Hogy kell? Azt hiszem az Escape-nél nem. Escape. Crew Management. My Crew. Bence. Nem. Crew Management. Itt nem. Van. Lock in the brig. Yes. Bence és az kell? Első lehetőség is el is yes-re. Vagy Bence. Első lehetőség. Ja, aha. Na menjünk. És ott van most. Itt vagyok. Szia, Bence! Szia! Mi a tököm történt? Ez csak elsötétült minden? Na ne! Most mi? Be... Talán... What? Hello? Mi? Na jó van. Andi volt! Andi volt. Bence volt. Andi találta ki. Bence írta a csetre, úgyhogy... Jó, hát Bence mindig ilyeneket írna. Jó van. Na most kiengedsz vagy, beleresztem ezt a lőszert, a golyóimat kiengedem. Tudod mit? Hogy ne szomorkodj. Na jó van, akkor én is rázenítek. És ne. Is. Nagyon jó. Csak az, jajjaj, csak valaki le hányan itt, nem felülről. Tényleg. Mert ez a legrosszabb pont, amit csak megtörténhet az emberrel. Vagy tudjátok, mit felgyullasztom a hajót? Nem. Az nekem is rossz, mert szereztem egy smaragdot, szóval. Bence! Nem, és tényleg felgyullasztottam! El akartam váltani! Jaj, már meggyújtottál engem! Te! Srácok? Valaki feljön nekem segíteni navigálni? Mert nem látok semmit. Igen, Andi. Vagy nem, én lemegyek. És akkor mondom neked a izét, jó? Hát azt mondom, hogy meg kell fordulni, csak hogy... Bence, elárasztotta a hajót! Bocsáss meg, véletlen volt. Mondjuk nem is tudom, miért kérnek.
Szándékos volt, börtön töltelik ki, szabadulást akarok. Ne hozzan élek. Úgysem voltunk itt még bent. Most Bence, trollkodnak veled. Várj, Andi, azonnal mondom. Mindenki csönd. Hát nézzek, hogy összefogad chat. Még egy picikét balrább, Andi. Még mindig mehet. Ah, látom szerintem a szigetet. Ami most van velünk és szemben. Most. Most. Így. Picikét jobbrább, és így. Ha most így megyünk, az pont jó lesz, tökéletes. Jó. Na, fasza. Legalább valaki zenélne velem, hogyha már itt hagytok. Hogy áll a izé? Bence, tudom, hogy te voltál, látom ám, hogy itt írod a csatát. Nem én voltam. Megint szembeszél. Ja, de tudjuk úgy fordítani a vitorlákat, hogy jó legyen. Na most már jó. Dutyi zene. Innen nem szabadulsz könnyen. Support clipper, te ennek ne örüljél. Neked supportálni kéne. Miután megölted ezek után? Nem is én öltem meg. A tornyok voltak. Amiket te raktál le. Köszi szépen, Mikém. Jaj, hogy ez a hülye madár mindig itt van az útba. Hogy lehetsz ilyen vele? Na, ez egy boldog nóta, na ezt. Valaki. Mi a tököm ez a hang? Ó, oh, hal itt cápa! Igen, kiegettek emberek! Nem akarok itt hal itt cápa martalékkal. Ez nem hal itt cápa. Nem. Vagy ez az? De nem, a másik hajó mellettünk. Ez szellemhajó. Srácok? Én még mindig benn vagyok. Valaki nyissa ki a lakatot! Nem tudjuk, Bence! Ezt, hogy nem tudjátok! Elfogni sikerül a hajóval együtt! Addig közben részek hallom a csuklását! Dehogy vagyok az! Andi sziget! Vasmacska! Vagy mi az, hol van? Ójaj, folyik be a víz! Ójaj, nekem ott is folyik be a víz! Ójaj, Andi, kanyarítsd el! Nem tudom, most Bencét akarom kiengedni, ha ki lehet! Ne! Ugyanúgy kell szavazni, Andi! Ugyanúgy ne! Mint ahol beszavaztatok. Hát akkor sajnálom, Bence, de itt fogsz megfulladni. Ó, jaj, emelkedik az a víz. Andi, tömd be a lukat! Azt csinálom! Én kellemesen ezzel élek addig. Mert tényleg egyébként. Nagy katasztrófa film, érted? Bence meg zenél. Jaj, nem látod, hogy Andi a felszínen hány, mert olyan részeg. Na, de lejött ide hozzám, sajnos. Na jó, én megszavaztam, hogy gyere ki. Jó van, na, én is akkor. Mi lett a halicápában? Nem halicápa. De várjál! Andi, hogy kell? Ja, így. De nálam már non van. Akkor hol? Erre kell, hogy ide kiszavazzuk. Ja, na várjál, akkor Bence. Ja, hogy release! Még mindig. Most már release. Amúgy. Ott van az a hajó. Nem mondod. Na, megnéztük. És tényleg. Jó volt. Ah, tényleg csont vesz hajó. És támad is. Kapta. Ha. És el is talált minket. Ah, mert túl messze van. Au! Ó, bakker! Jó, merem a vizet. Hát, ez szívás így. Mi történt a... Mi az? Nem volt luka a hajón, amúgy? Volt, csak befoltoztam. De még mindig... Aj, rohadjon már meg ez a hülye hajó! Hogy fők ezt leszel innen? Nem úgy állnak az ágyúink, hogy rátadjunk. Hát nem. Elmegy most, nem? Hát nem ajánlom neki. Ebben nagyon jó filmet lehetne csinálni. Ez az egész játék már olyan, mint egy nagy film, nem? Na jó van, és akkor most mi van? Kint itt a szigeten van valami kincs elrejtve. Egy szkeleton. Akkor most... Ez most a harmadik kis térkép, a Handsome Reward? Szerintem az Asher Riches. Ja! Amelyiken izés
Aha. Megjelennek rajta egy idő utána. Elment a hajó, nem? Remélem, igen. Ja, hát arra elfele elment. Én még látom, de amúgy igen, el. Mármint, hogy most már nem támad minket valószínűleg. Ó! Oh! Best something. Walker. Várjál, hogy is van ez? El kell valamit olvasni. Fisherman's long forgotten verse, valami... Nem tudom, horgász emberek rég elfelejtett. Nem tudom. Itt van egy boss. Egy kapitány csontváz. Jaj, srácok! Jaj! Az a baj, annyira... Ilyen régi szövegelése van ennek, hogy egy csomó ismeretlen szó van bennem. Srácok, gyertek! Mert meg fogok halni. Tudnám, hogy hol vagy. Hát... A hajunknál. Hú, te nagyon fúz. Nekem ammó kellene... Meghalt? Ó, szétrobbantott ez valami. Ne! Wow! Én meg azt hiszem megtaláltam a... Ezt nem hiszem el. Ne. Vigyázz, Bence, mert nagyon sebez. Best volt nálam. Nem itt van. Valamit el kell olvasni. Mi van a kis kokka, te be... Mit csinál kokka? Bolond? Nekem... Kokka, te hülye vagy. Ezt berakom ide az izébe. Hajóba. Jaj, te! Már megint. Ez egy nagyon veszélyes hely. De a sziget amúgy olyan durván néz ki. Ja. Ezek a kristályok nagyon szépek. Hát biztos leírja a regény, nem tudom, nekem nem Xbox passzal van meg a játék. Én még régebben kaptam kulcsot hozzá. Igen? De ez most... Most ez a keverem, ez most nem az a térkép, ahol meg van jelölve a kincs? Nem. Nem az a térkép? Ez az első. Ó, bakker. A Onesis Riches, a Side of Behold, Wonders of Tale Untold, that the Fisherman's Long Forgotten Wells of the West, something is hidden here, read me when it shall appear. Aha. Szerintem amúgy itt kellene valahol, mert hogy Fisherman az egyértelműen egy halász, tehát a halász igen. Az... Jön vissza a hajó amúgy. Valamit a parton egy halászok által kereshet, nem tudom, valamit el kell olvasni ott. Hát én ezt nem értek. El fogja süllyeszteni a hajunkat, nem? Nekem sem egyértelmű. De mi az a sokkal egy zír? Ki fog törni amúgy? Általában azt jelzi. Mi, hogyha sokáig álltok egy helyben, ott alatt, mi a tököm? Mármint úgy értem, hogy ez egy aktív vulkán. És ja. Bármikor kitölhet. Tényleg? Igen. Nagyon komoly. És az, hogy vesztet ír, az számít, hogy neki itt valahol itt a balol, vagy a nyugati oldalán kell keresni valamit, vagy ezt szerinted nem számít? Hát de... Ó, valaki lövi a hajónkat, de keményen. Igen, továbbra is a kalusz hajó, csak ment egy kört a sziget körül. De gyűlölem őt. Na, menj már. Ó, kidöntött a vitorlánkat, szuper. Nagyon jó. Visszamentek a hajóra? Na, és pont nem találta. Van egy barlang, gyerekek. Elsüllyed. És mindjárt elsüllyed. Ó, tohohohohohohoho. Hűha, emberek, ez most kemény. Hülye NPC csontvászhajók. Srácok, nem tudom feltűntet, de nem Minecrafton, úgyhogy nem fogok most itt tutoriált tartani arról, hogy kell szervert létrehozni. Úristen! Léci! Nem mondod! Google, jaj. YouTube, beírjátok! Nagyon-nagyon egyszerű. Nem is tudnám most ezt megmutatni. Oké, és hát ezt a vitorlát én majd felálltam akkor, amikor majd itt lesztek. Én remélhetőleg a következő támadási még nem süllyed el ez a hajó. Hát én most keresem, hogy hol lehet itt felmenni. Fel kell szerinted menni ide? Nem a parton kéne valamit keresni? Mármint itt van egy feljáró, csak én nem akartam direkt felmenni. Fisherman's Ware, tehát Fishermannek valamilyen áruja, vagy hát amit portékálja. Ja, az azt jelenti, Ware. Na, ezzel voltam gondolva.
Hát akkor menjünk fel. Azt kellene megkeresni. Zene amúgy tök jön. Ó, nagy ez a szigette. De itt se találom. Mármint, hogy itt most van egy ilyen oltár valami. Jaj, de nagyon jönnek. Á, tényleg. Hát igen, inkább valami horgászósabbat kéne keresni. De hova? Mert a stégen próbáltam újból elővenni, és ott nem adott ki semmi infót, nem ment tovább. Valamit el kell olvasni, és akkor... Nem lehet, hogy itt a stégen volt valami, azt mondta egyébként, hogy egy nyugati oldalán talán? Igen. Bence, én felállítottam. Jó. Oké. Okay. Komolyan. Itt is van még valami. Na jó, én az a baj, nem tudok ebben nektek segíteni, mert nekem hogy semmi lövésem nincs, hogy... Ez mi? Hát ezek alapján, amiket mondunk, azt mondja, lehet... igen, hogy igen? Van a halász, akinek vannak az elfelejtett portékái, a sziget nyugati oldalán, hogyha előveszed ezt a térképet, akkor meg fog jelenni. Veszt. Hoppa, csont! Helyé, itt egy csontváz! Mi? Tényleg beleragadtam a fába? Emberek? Mi a szar? Jó, beleragadtam egy fába. Ilyen még nem volt ebben a játékban. Úristen, hozzátapasztott egy mágneses fa magát! Micsoda? Kész. Neki ragadtam egy fának. Őlet. Szóval akkor sziget... megölöm magam. Itt van, itt kell megnyitni a térképet. Én megtaláltam. Ú, Andi, és hogy... Elővehetem, vagy ide jöttök? Igen, igen, de én az a baj, nem is tudom, hogy hol vagy. És te fölmentél a sziget tetejére valahogy? Nem, a parton vagyok, a West oldalán. Ó, hát tudom, melyik a West. Várjál, előveszed okay. A izédet, a iránytűdet, és ott mutatja, hogy melyik irányba mész. Akkor erre. Pont a másik irány. Jó. És akkor most megnyílt a következő. At the North Rock Passage between a boar post is riot is influence strike up a riot. Végre. Tehát most már North bejáratát kell keresni ennek a sziklának. North? Igen. Hát ilyen sem volt még velünk. Elkapott egy fa és keményen megrépelt. Találtam egy barlangbejáratot. Ez az órán. Barlangbejárat lesz akkor, Andi? Igen. Alul. Akkor éppen vagyok a barlangban. Aha, szerintem ez lesz az. De várjál, át is jöttem rajta, úgyhogy ez itt nem tudom mennyire jó. Szerintem újból meg kell nyitni itt a... Ez a jelzés? Hát meg kell nyitni, Csabia. Viszont valami hangszerekről beszél. Kíváncsi, hogy megvan-e még a hajunk. Még épségben van. Passage between... Jön vissza! Hát ez boar post. Mit a boar post? Nem, vadmalac post. Nem tudom. Lehet, hogy itt. Itt rálövünk egy adagot. Aztán jönk, segítek Andinek. Bence, hogy lövi? Van mindenféleképpen. Ó, ne! Bakker! Jó, ez itt nem sérült. Na jövök, North irányt keresünk akkor. Ajaj. Ez az oldal mindenféleképpen, ahol jelenleg vagyunk. Igen, ahol a hajunk van. Aha. Itt barlang. Hát voltunk egy barlangba Andival. De várjál, Andi, volt itt egy másik barlang is, ami a partról volt elérhető, ha jól emlékszem. Valószínűleg akkor azt kell nekünk. Mert azon én már voltam, csak én felülről estem be. Egészen föntről. Aha. Na akkor az itt lesz. Valahol, nem? Szerintem ez kitölni.
Nem tudom. Ne ez akarjuk, ugyanaz a barlang. Már... Ez ugyanaz a barlang? Mhm. Próbáltam amúgy ennek zenélni hangszerekkel, hát ha... Van egy fenti barlang, azt írják. Nézzük fenti barlang? Aha. Hát, jó van. Hogy mész itt föl? Erre talán. Sötét van. Világíts lámpával. Van még egy körünk, ameddig megy a hajom. Ó, a csontvázak! Ez a hol az ország? Igen, ezért van? Nem akartam. Lehet, vedd elő a térképet. Hát... nem csinál még semmit. Ja, erre gondolsz? Aha. Milyen nyugalom lett, szerintem elment a hajó. Remélem. Na, az beszélj, hogy a borkoszt... Itt kéne fölmenni, bent szóltál vagy. ...Instrument Strike a per Riot. És hogyha így zenélünk, bár nem hiszem, hogy zenélni hát... kéne. Jaj, de szép ez a hold. De zenélni kellett. Tényleg zenélni kellett? Mhm. Akkor jól gondoltam. Hol vagytok ti? Erőltetek föl? Ó. És mit adott? Ez itt mi a tököm? Valaki zenéljen? Lehet, hogy akkor fog csak megjelenni. Oké, okay, várjál. De hol vagytok, Andi? Itt vagyunk, Csabi. nem látom. Jó, ott van, vagy akkor lejövök. Itt vagyunk. Most érzem csak, amit írtatok, hogy a gyilkos sörcsegge következett a gyilkos fa. Itt a boss! Itt a boss! Igen? Aha! Ez egy boss, de ez az a boss? Ja igen, ez az Ashen. Ashen Guardian. Hát elég láma, amúgy. Láma? De híleli magát. Ja, azt tudja, ahhoz benne van feje. Van esze. Meghalt. Jó. Hát gyors volt. Dobott notot. Meg ezt a koponyát. Mhm. Szia, Krisztina! De még mindig szia, nem Linda. Lett több info. Pedig ott elkezdett... fény lenni ilyen zölden, amikor zenéltem neki. Nem adott semmi infót, plusz van? Nem. Lehet tovább kell neki zenélni? Nem hiszem. Nem, most már semmit nem csinál. A hajónál volt. Micsoda, Péter? Azt a barlangot megnézzük, ami a hajónál volt. Ja, hogy ez a barlang! Ah, legalább látom, miről beszéltek. Hú, ez mi volt ez a robbanás? Ujjjjjj! Ez mi volt? Hol az a térkép, akármicsodám? Nem? A piros! Ja. Előbb én voltam a fába szorult féreg. De mi ez a boar boss? Hát valami vadmalac. Amúgy tudjátok, honnan jön ez a fába szorult féreg mondás? Honnan? Mert csomó ideig nem értettem, hogy mi az, hogy a fába szorult féreg, hogy így elképzeltem egy férget, ahogy így üvölt a fában, de hát a férgeknek nem ott, ott van a helye egyébként így a korhadó fák között, vagy ilyesmi, én sosem értettem. Aztán egyszer utána néztem, és azt találtam, hogy régen a farkasokat hívták úgy, hogy féreg, és a fa az a csapda volt. Tehát, hogyha a fa csapdába, amikor belelépett a farkas, akkor az így rákapott, és akkor úgymond üvöltött, és akkor ezért alakult ki ez a mondás, hogy üvölt, mint a fába szorult féreg. Aha, ez érdekes. Én is egy féreget képzeltem, ami sikoltozik. Ugye? Én is egy csomó ideig. Miért kiabál egy féreg? Hogy tud ezt segíteni? Szia, Csaki! Hello! Nekem valami nem stimmel velem. Most már jó. Én szédelgek, ti nem szédelektek? De. Nekem a fejem fáj egy picit. Nem. A játékban bent. Szerintem most tör ki a vulkán, hát már tiszta izé. Ja, a kén, persze, hát a kéntől. Össze-vissza megyünk. Mi a tököm? Jézusom, te mindenhol fortyog az egész. Mi fog törni a vulkán? Nem már. Mindmeghalunk.com. És tényleg, füstöl a vulkán, nagyon komolyan néz ki. Ezt ilyet még egyszer se láttunk. Úristen, de király jól néz ki. És akkor a hajóval biztos, hogy itt álltunk meg amúgy? Wow! Oh my god!
Jaj! Ez basszus! Ne már! Szépeket repülsz, Csabi. Köszönöm, fölött egy ilyen gejzír vagy mi. Wow! Hát ez gyerekek, már megint olyan epic. Én meg vagyok kar nélkül, srácok, majd hogyha úgy érzem, hogy lesz lesz, akkor magamhoz veszek. Megoltam. Tökömet már! Ajajajaj. Itt ugye még ez a quest, hát ha valamit... Ajajajajaj, a hajón nagy baj, van! Hagyd most a questet, mert mindjárt elsüllyedünk. Vissza. Eltalált valami? Mi már ki te szutyok? Hú, forró lett a víz. Igen. Belemegyek és sebez. Hú, ez fel. Az jó. Hajaj, hajaj, az egész hajó lángol. Igen. Forró, forra víz, de jó. De hát rohadt. Meghaltam. Pont rám esett egy tűzgolyó. Én meg... What the fuck? A piros szélű küldetés kell, azért nem megy tovább kezelés. Rendben. Oké. Meg fogunk halni, vagy mi lesz? Most mi lesz, gyerekek? Nem tudom, lehet, hogy most meghalunk itt, igen. Nekem már nincs is élete. Égek, bakker, égek, hát miért nem? A víz, miért nem olt el a víz? Nem, hát nem vágom forró. A vulkán miatt. Jaj, tényleg, tényleg, a vízben most nem szabad lenni, mert az forró. Tényleg. De fura. Na jó, szerintem húzzunk innen. Húzzunk? Menjünk, ja, szerintem is, mert így nem lesz jó. Ezt eddig bírtuk, ezt a küldetést itt csinálni, ezt nem mondtam, hogy ez ilyen. Jó, segíts, Bence! Jó. De jó helyen élettem újra. Menjünk egy outpostra. Jó. Ja. Tudsz jelölni, vagy valaki tud jelölni? Hát én most merem folyamatosan a vizet. Jó, Bence, outpost? Melyik outpost legyen? A legközelebbi. Keresem. Valahol még jön be amúgy a víz, mert folyamatosan tele van. Igen, olyan, mintha jönne. Jó, jelöltem. Bence, fit egyenesen. Jó. Csabi, nézd meg, hogy van-e valahol még lyuk. De van, várjál, van közelebb is. Andi, másodperc. Ott van. Bence, kicsit jobbra, olyan... Hogy kell ezt? Na. Várjál! Itt nem látok vizet. Meg fogsz halni. Vagy vizet. Én? Most, hát igen, hogyha a forró vízben állsz, akkor az... Már sebez. Nem sebez. Engem az előbb még sebzett. Amúgy pedesz volt, nem azt mondom, jól nézett ki. Jó, abszolút. Vulkán kiterés! Menjünk. Még mindig tele lesz folyamatosan valamitől. Valahol még mindig kell, hogy legyen valahol, ahol bejön a víz, nem? Koponya szigetet? Biztos, hogy nem nézzük meg már, Bence. 100% hogy nem. Itt még van egy lyuk. Az nagyon sokáig tartana. Meg már láttunk Koponya szigetet. Majd valamikor igen. Máskor. Tudjuk, hogy sok a loot benne, meg ilyesmi, de látjátok, hogy azért mi annyi nem mondjuk hardcore játékosok, hogy ez úgy tényleges nagyon számít. Jobbra egy kicsit még. Oké, okay, annyi mindent összeszedünk, hogy kellő cuccaink legyenek. Hát én már nem is tudom, hogy mire költeném a pénzt, mert a skin, ami tetszett, azt megvettem. Még mehetsz balra, vagy mi az jobbra? Bocsánat. Szia, Csima Balázs, hellóka. Jó, még mindig mehetsz jobbra, bőséggel. Jó, szépen lassan. Könyörött van. Ja, még lehet. Tanulság, hogy ha kitör egy vulkán, akkor edd a banánt, és túléli az ember. Hát valóban. Hát a karakterem nagyon ronda, biztos látni akarod? Ez az emote, ez viszont zseniális. Ez illik hozzá. Szerintem is. Még mindig jobbra. Csak ne kéne menjünk azoknak az iszéknek. Azt meg ki kell kerülni, igen. Kikerüljük. Picit még mindig jobbra. Itt áll még a két szigla között, aztán majd még korrigálok irányt. Jó. Ja, én most azt nem látom, hogy ti mit láttok. Az egy-két lyukban jön be a víz. Tényleg nagyon pici lyuk volt. Nincsen, Dávid.
Azt a mindenit! Mi az? Hát remélem elkészült ez a grátalma. Nekem tetszik, nem azt mondtam, csak azt mondtam, hogy ronda, azt ki nem. Mármint, hogy direkt ronda. Ez nagyon csúnya lett ez a... Hát ezért grátalma. Igen. Picikét még lehet jobb rá egyébként. Változtatnék, hogyha most az lenne a célom, hogy szép karakterem legyen, de nem az a célom, hogy szép karakterem legyen. Hallom, hogy vicces. Jó, megkerüljük ezt a szélet, és aztán menjünk még jobbra, jó? Csaba. Csabi! Ez... Ja, jó, oké, jó. Csaba! Csaba! Jaj, néha kicsúszik a számon. Miért mindig Csaba? Csibi Csabi. Csaba csáré, Csaba csap. Szia, Luca! Többiek kicsit halkak, igen? Na várjál, akkor megoldjuk. Na ez így két és negyed óra után, két óra negyed óra után. Na, ezt neked csináltam, Andi. Mi ez? Megsültött... Ez a gránát. Mit kezdjek egy megsütött gránát almával? Finom, több életet tölt, gondolom. Hát épp hogy töltött valamit, szerintem kevesebbet. Ó, jaj, lehet akkor túlsütöttem, lehet azért volt annyira. Hát, nem szép. Na jó, mindegy, mangót is sütünk. Ez a játék nem elérhető Steamen. Halakat kéne amúgy. Microsoft Store-ba tudod megvenni, de inkább a Game Pass-t ajánlom, mert benne van a GTA 5, a PUBG, egy csomó játék. Minecraft is. Mi baja van a modernak? Melyiknek? Tiédnek? Alszik. Most alszik. Előbb még van. Lehet, hogy megérezte a szagát a finom odaégett ennek. Ah, meg is ette, hogy rohadjon meg! Ennél csúnyabb már nem lehet, Luca, hidd el. Tege Simon, köszönöm szépen a követést. Üdvözöllek a Facebook oldalamon, hello bello. Mi a... Beszállt ide? Na, az már az a sziget, szerintem. Az az Outpost? Igen, az már az. Miért kapunk mindig szembeszelet? Hát... Valaki beállt elém. Bocsánat. Nincs bocsánat. Mit? Tényleg? És lelő! Én direkt nem akartalak! Én direkt nem akartalak le! De... Andi, inkább vigyel egy poárkával, és fog rá a nyuszira. Mi nyuszi? Kokra? Nem ismeritek azt a régi reklámot? Nem. Hát ennyire nem vagyunk idősek sajnos. Na hát pedig annyira már idősek vagytok, hogy az ismeresétek. Na mindegy. Palmas Teber, köszi a követést. Neked is üdvít, hello, hello, nálam. Szia Kati. Bence pótvad sorát csinál, látod? Várunk ilyen. Holnap is. Na ez már az Outpost. Itt mintha már lettünk volna. Ja igen, innen kezdtük a küldetést. A Morrow Speak. Tényleg, na. Nem kellett visszajönni hozzá, fura. Mehet a izé, mehet a... megy. Nem? Hát még várhatunk. Szólj, amikor igen. Na. Igen? Most. Na ez most egyre jobban ki van centizve. Na ez most jó volt, ja. Na hát akkor hozzuk a tucokat. Ja, adjuk el. Nem csak hajózunk, pont egy küldetésen voltunk túl. Ma lesz még stream? Hát... Ha fejfejes, hogy picit jobban lesz, akkor igen. Stadler Lemente, köszönöm szépen a követést, illetve Szakály Blanka, bocsánat Bianca, neked is, illetve Pápai Nilla, neked is. Nilla, de ritkán Nilla. Aha, azt akartam mondani, olyan szép. Nilla. Tessék. Na, hol kell eladni a koponyákat? A bácsinál a sátorban? Hát, igen. Ez bácsi? Nem tudom. De hogy is bácsi? Izébe. Nem mindegy, eladtam egyet. Ennél? Hol kell ezt eladni, várjál? A koponyát az annál a... Hát, nő igazából. Annál a Shady nőnél. Meg kéne keresni. És rakjuk rá tényleg az új hajószkint, ez jó ötlet, emberek. Hogyan kell rátenni, ez ki? Itt van az. Oh, yes. Hát én hülye vagyok, hol kell ezt eladni? És akkor mi jöjjön? Még... Ó, még ilyen vitolláink is vannak. Oké. Okay. Hol állítgatod azt? Ennél a... Ennél a... parton lévő ládánál. Hol vagy, Andi? Itt.
Aztán mindenit, nézzük, micsoda jó kis küldetési utalmat kaptunk érte. Hát, mintha tüzes lenne a hajunk. Ja. Ugye a vulkán kitörés után így néz ki valójában a hajunk. Végre nem csak akkor ez az alap kinézett, hanem most már van valami különlegességem. Jól néz ki. Hát, igen, mint hogyha folyamatosan izzana. Az ilyen helyre, hoppá. Á, megvan végre. Az ilyen helyre tökre illik. Na, parancsolj. És ezért... Lehet venni a többi skint? Hát, 795. Nektek milyen skineitek vannak? Van olyan, ami még kerülhet rá? Hát mindjárt megnézem. Hol vagytok ti most? A hajón? Ja, hajón. Hát, hajó skineket amúgy... Csóka. De jól néz ki. Hajó skineket egyáltalán nem vettünk, de tényleg semmilyen szinten. Hát mert baromi drágák. Az is lehet, igen. Ez amúgy tényleg szép ez a hajó. Belülről is olyan? Nem, belülről nem. Páp, páp, páp. És amúgy hol lehet állítani a hajónak a skinjét, Bence? Itt ennél a ládánál a parton. Ja, hogy ott? Aha. Ja, de nem nagyon vettünk semmit. Meg nem is tudok, mert 35 ezeren van összesen. Van még, amit el kell adni itt a parton? Emerald, ilyesmi, el lett adva. Ez a What's New in Your Shop? Hol? Nem látok. Ó, ott igen, annál. Jajajaj! Ládánál. Bakker, mik vannak itt? 49 ezer dollár. Igen, nagyon drágák. Hű, gyerekek! Ezek marha sokak. Ugye megnézem még a petes chestet, hát, hogyha van valami. Amúgy dublonért? Te dublonnal lehetett fizetni? Nem, csak hogy a Black Merchant, vagy mi az, a Black Market, annál lehet, és a legdublomból is lehet venni még jó hajóra felszerelhető dolgokat. Elég pedesz kinézetű dolgok vannak amúgy. Nem azt mondom, jó néz ki. Melyik a kis állatos? Ez a lila de jól néz ki, gyerekek. Tetszik. Az Ashen Dragon csapat, vagy skin, gondolom az passzol a hajó jelenlegi külsejéhez. De az szerintem csak a Pirate Legendeknek elérhető. Kraken fej kell nekünk? Az orra. Hát, ha kiperkálod érte a pénzt. És... mennyi? Majdnem 70 ezer. Hát akkor fondoljuk meg kétszer meg van, szó. Van izé, Ocean Crawler, Figurehead. Aztán van... ilyen más koponya, ez mi? Sea Dog. Ez nem is tudom, mi akar ez lenni igazából. Aztán ez mi? Ó, micsoda izé. De jó. The Spirit sent me a customer. Cápa! Shark Hunter. És az összes cuccokat is lecserélhetnénk ilyen Ashen Dragonra, ami szintén csak az update-tel jött be, tehát ugye kompasztól kezdve minden van. Várjál, de itt van egy Tome of Power 1. Ilyen recommendation-jeik vannak. Hogy... lehet, az kellene, lehet, igen. Hogy... igen. De lehet, hogy meg kellett csinálni a... lehet, hogy meg kell csinálni a többi ajtót is, hogy hogy elérhetők legyenek ezek a... új eszközöknek a megszerzése. Tome of Resurrection. Ilyen banános skinek vannak most, amiket meg lehet venni. Tome of Fire 3. Na én is azt néztem, hogy ezekhez mind kell valami teljesíteni. Amit sokhoz kell. Sok tök jóhoz. Itt a Hunter Figurehead. Ilyen lehetne, hiszem. Ez nagyon hülyén néz ki. Ezt majd lehet megveszem. Bögödei Adél, illetve Tóth Tiana, köszönöm szépen a követést nektek is, sziasztok! Hát gyerekek, én nem veszek semmit. Nem? Meg ez csak akkor kerül föl, nem, hogyha én vagyok a kapitány, nem? És az nem, én hajó. Nem. Te is fel tudtam tenni. Én is tudtam rajta módosítani. Tényleg? Aha. Én nekem ez az oroszlán, nekem ez nagyon tetszik, ez az oroszlán, ez baromi jól néz ki. Sabusa. Halljátok, ez Sovereign Figurehead. Emberek, ez... azt esetleg nem tudja valaki, ezeket itt hogyan tudjuk feloldani? Itt a chaten valaki, hogyha tudja, azt írja meg, kérem, és akkor Tome of Curses 1, 2, ez a... Tome of Power, Tome of Fire, ezeket hogyan lehet feloldani? Eladtunk mindent amúgy, ami a hajón volt. Aha. Hogy tudom feltenni a hajóra? Ah! Customization. Szia, Dávid! Talán így, vagy most mi van?
Á, fönn is van a hajón. Mit raktál? Á, oroszlánnak a feje, vagy oroszlán test, az ornál. Aha. Ami egy ládát nyit, nézd. Aha, látom, itt van. Jól néz ki. Jól néz ki. Ja, nekem is tetszik. Most mennyibe kerül? Nézzük. 50 000. Húha. Nem vagy jó. De jól néz ki. És még élik is ehhez viszonylag, ez a narancssárgás, a küzes hajókirénzethez. Aha. Mi van benne a ládájában? Aranyak. Jól meglőtték a hajónkat. Ez de jól néz ki, ez tetszik. Ez jó volt. A jó vétel volt, olcsón adták a piacon. Hogy él az oroszlán fej? Szóval azt írják nekünk, hogy közben egy Ashen chestekben található tómokkal lehet ezeket feloldani. Na jó, de hogyan lehet azokat a Ashen chesteket megtalálni? Hát gondolom úgy, ahogy elkezdtük azt a küldetést. Pam 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 para para. Az is egy Ashen chest volt, amit kerestünk. Ó. Mert hogy az az, amit eddig is csinálgattunk ezek szerint. Igen, akkor, csak aztán kitölt a vulkán. Mert neki ilyen, ilyen különlegesen piros... aha. Érthető akkor. Hát Linda, nem tudom, hogy ez mennyire lenne fantázia dús a te ötleted, de szerintem ezt inkább hagyjuk. Hát igen, a kérdés, akkor most visszamegyünk-e még azért, hát ha most már lenyugodott a vulkán, vagy inkább megnézzünk esetleg egy másik, ami még itt a közelben van. Hát nem tudom, Bence, én nekem egy max egy fél órán van, aztán én mennék, nem tudom, beleférne, és félbe adni meg nem szeretnék semmit. Hát akkor még visszamehetünk megnézni azt, az valószínűleg kevesebb, mint fél óra. Megpróbálhatjuk, hogyha még... Mi van, ha ezt eldobom? Hoppá. Beletfél nektek. Aha. De ezt szerintem a smaragdot eladta, Andi. Eladtam a smaragdot. Vigyázz! 1500-at ért. Menjünk akkor, hopka, vagy mi legyen? Hopka. Hopka, hopka. Mm-hmm. Akkor jó, let's go. Csak rá kéne jönni, hogy akkor azt hol fogjuk megtalálni. Yep. Elbújt a kokkád a lépcső alá, Bence, és nem tudok kiszedni onnan. Azt írták, hogy vannak azok az Ashen Guardok, amiket megöltünk, na azok adják. Koller Jászvin és Bohóc Villon, köszönöm szépen a követés nektek is, sziasztok! Ó, két ügyelmünk van. Érdekes. Hát, na most kérdés az, hogy mit adott, mert egy ilyen Ashen Guardot megölt. Volt nála egy levél, na most akkor az ez volt az? Ez az a sziget? Mert itt van egy láda, ez elég egyértelmű és könnyen összeszedhető, akkor megnézhetjük ezt is. Ez a, hogyha megnézitek, akkor a negyedik a küldetések közül kis sziget. Ez a Handsome Reward maybe, the devil's source across the sea. Vagy megint ez a kis... sziget terkép. Ja, szigetes, aha. Jó, megnézhetjük. Hát tudjuk, hogy az melyik. Ancient Spire? Nem, másik. Annyi karika van már itt, hogy kiszedem én, már idegesítő. Szegény karikák. És melyik kellett? Mit mutogatsz? Ki ez itt? Mindenki itt hova van. Kell menni? Ja, hogy oda? Ez a... Nem, az még egy korábbi jelölés. Akkor kiszedtem. Ezt a szigetet kéne megtalálni, hát nem tudom. Tudod, hogy irányítsd, én nem vágom mit. Valaki kicsit zoomolja rá, és akkor könnyebben megtaláljuk. Ez az, nem? Nem. Nem. Én nem vágom. Nem a Kerner Zalán. Nem a Flames End volt? Ó, nem látom a Flames Endet. És kis Boldizsár, köszi a követést. Nem az. Nem az. Ez sem az. Valahol itt kell, legyen ezen a részen. Tűzes szigetek környékén lesz, igen. Ott igen. Az szork, ez az. Hú, ez viszont nagyon messze van, nem? Hát néhány szigetet kell megmenni. Nem. Mondjuk, hogyha az Ashen Reaches-re menjünk, akkor is legalább ugyanilyen messze kéne menni, úgyhogy ez legalább biztos. Vészet szerintem. Na! Let go! Mit nem tervezek? Vagy tervezek? Nem tudom, mi az a tervezek. Gyerünk már! Hát mi ez a visszatartó erő? Jó. Mit csinál? Mindig visszafogja. Ezek egyedül húzza ellenünk. Nem igaz! Na akkor irányítalak.
Most kell egészen jobbra menni. Meg kell kerülni jobbról lesz a szigetet. Ha veszek is majmot, vagy valami nálatot, srácok, azt nem most fogom megtenni. Mert hogyha igazi pénzbe kerül, akkor az itt most macerásabb, mint csak oda menni, nem gondolom. Adod meg a bankkártya adataidat, lájuk van. Hát nem How adom meg, gyerekek! How dare you! Mennyire kell, Bence, szóljál! Még mehetsz, még mehetsz, még mehetsz. És... még mehetsz? Most! Most egyenesen. Így? Igaz, jó? Aha, jó lesz. Jó. Na. Pa 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 pa. Tim pi 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 tim pi 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 pi. Nem merem beszavazni itt a börtönben, mert nem kapok pacsát egy hétig. Főleg, hogy 5 percig ott kell lennie annak, aki otthon. Még kongatja és ritmusra? Belezörögtél! Ajajaj, elrontottam! Na, Bence, zenébe nem nyúlunk bele! Miért másba, igen? Hát, de belenyúlt a zenémbe. Szóval ki kell majd kerülni ezt a szigetet, ami jön? Ó, srácok, azt, hogy mikor lesz Murder Mystery, vagy akármi, légy szíves! Hopp, ott egy valami rubint, vagy ilyesmi. Akkor lesz, tudni fogtok róla. Mi az Isten pót ez? Ó. Oh. Nem szedjük fel azokat. Hát, ebben csomó gyümölcsön meg deszka. De hát én már nem tudom fölvenni őket. Habár, várjál, mindjárt megoldjuk. Hát, a Robintokra gondoltam, de... akkor... mindegy, egyébként itt vagyok rájöttem, a vízbe. Hogy... ja, hogy be is ugottam. Igen. Well, szegény Andit akkor most... nem, hogy kiugrottál. Akkor ne hozzam? De, hozd! Megálltatok? A hajóban? Aha. Igazából vissza is kéne fordulni, mert sehol nem látlak. Én sem látlak. Itt vagyok a kincseknél. Akkor forduljunk meg, Bence? Hát, ez meg olyan nagy... az a baj, hogy nem is tudom, hogy Andi merre, hogy hol esett le? Jó, megyek a hajó felé. Jó, akkor megvárunk, Andi, jó? Egy koponyát sikerült felszedni. Olyan, világítok, hogy láss, hogy merre kell. Azért vaciláltam, mert eszembe jutott, hogy lehet, hogy utána már nem akartok elmenni egy outpostra leadni, és akkor megfölöslegesen szedjük fel. Hát, de ha ládát szedünk fel, akkor úgyis el kell mennünk egy outpostra, viszont... hát, jaj, csak attól tudom ebben a ládában, mert... nem! Oh my god! A láva megint! Igen. Hihetetlenek ezek. Vágod, hogy majdnem eltalált minket? Bence, nem akarok megint itt megpurcanni. És estek a levegőből is ilyen kis darabok, de jó. Úristen. Kis hamu darabok, de jó. Ú, de jól néz ki. És pillanatra mindig így felfüstölnek így a hajónkon. De majd marha jól néz ki, tényleg meg van csinálva, tetszik. Egyre több minden dolgot hoznak be a játékba, és ez baromi jó. Igen. Hát közel volt. És nem nagyon lesz utána olyan, hogy kötelező fizetős tartalom, vagy ilyesmi. Oh! Bence! Foltozom. Ne. Már agarjál már ki! Hát Csabi azért a petek fizetős tartalomnak számítanak. Csabi jól viselkedik. Hát, jó, de ki lehet farmolni őket is. Meg én inkább az emótokra voltam, úgyhogy hát itt van az első olyan mikrotranszakció, amit úgy... hát nem tudom, ki az, aki emótokért. E-mailt tudsz írni, Luca, hogyha szeretnél valamit. Ne! Ó, jaj. Szia, Orsi! Hellóka! Na! Megint víz van a... remélem, sokat ér ez a koponya. Remélem. Jó, menjünk tovább, mert... Andi, fönn vagy? Igen. Fönn vagy, ó király! Szia, Kokka! Messze van még az a sziget? Na jó, király. Nem tudom, nyilván nem. Nem, velünk szembe. Köszi, Csabi. Jó, vagy Kristóf, bocs. Jól vagyunk, köszönjük a kérdést. Nekem kicsit fáj a fejem, de azt hiszem, hogy abszolút. Szerintem front van, nem? Nekem is fájt. Na, nem tudom, Bence. Azt engedd el, mert megint itt vannak ilyen izék. Jézusom! Oh my god! Besakott a kincs.
Lol, sült hús van benne. Sült hús! Ilyet még nem is láttam. Sült hús! Megint a sült hús! Sült hús! Mi a... Mindig amikor leteszem a fáimat, akkor jól van. Hú, de sebződök. Aj, Istenem. Azért egy ilyen vulkan eléggé szépen megadja a kis izgalmakat, amikor ugye elmész mellett, hogy eltalál, nem talál. Köszönöm szépen, Ferenc, a 100 csillagot. Nagyon szépen köszönöm. Epic. Epic nagyon. Jó, a vitorla az jól áll. Akkor most gyorsan megyünk. Meddig tervezitek tolni? Hát Szabikám, szerintem még egy... Nekem egy fél óra. Ó, oh, te, mit történt a kormányunkkal? Ezt is eltalálták? Miért? Ezt meg kérjük. Tönkrement a kormány, mi a szar? Kivettétek a sült hús. LOL. Várjál, Bence, azt még lehet fordozni. Igen. Na várjál, van nálam deszka. Aha. De ezek milyen epic dolgok már, hogy így megcsinálták, ezt tetszik? Ja. Ebben a játékban annyi újdonságot hoztak be, amik színesebbé teszik az egész játékot, hogy komolyan mondom, nagyon. Bejövős. Luca, ezt légy szíves, ne itt, amit kérdezel. Ha játékos keresel magadnak, azt az én DC-men, a rajongói DC-men megteheted. Ott van ilyen szoba, de ne a live-ba, jó? Köszönöm szépen. Igazi vízágya lett, ja. Kicsit elárasztod, de ez ilyen forró vízágy. Ja, megint az ágynál tör ki. Ott már egyszer be lett foltozva pedig. Jaj, már két helyen is ki van ott. Hát igen, az ágynál mindig ilyen érdekes dolgok történnek. Viszont most már nem nagyon van olyan hely, ahol kiukadhat a hajunk. Ja, tényleg. A deszkákat igen. Pam, 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 pam. Jaj, szia Főnix. E-mailben tudsz küldeni rajzot, vagy Discordon, van egy fanart szoba, vagy esetleg a Facebook csoportomba. Hogyha esetleg szeretnél, elég sok lehetőség van rá. Igen? Hogy hendben a mi ez a banán a kezembe? Ez Bence büdös banánja. Bánatos banánja, nem? Bánatos banán, úgy van. Bánatos büdös banán, tényleg, jó, bocsánat. Igen. Amúgy megyünk valami Bence? Nagy izé felé. Ez nem a sziget, ahová meg kell érkezzünk? Andi, neked csak nem, a banánom? Nem, kicsit jobbra van a sziget, az a sziget, ez csak egy kiálló tüske. Ó, oh, jaj. Jobbra, Andi. Jobbra, jobbra, igen. Nem kell a banánom? Nem. Van saját. Komolyan. Bence. Nem kell. Nekem sem. Gyere, hol vagy? Húzzátok a vast, a macskát, a vast macskát. Nem kell senkinek a banánom. Most szomorú vagyok. Jó van. Etes meg a papagájjal, el is tűnt a... eltűnt a pakapak. Mi? Pakapak! Eltűnt a pakapak! Eltűnt a papagájom! Klippeljétek! Eltűnt a kapakapa! Kapakapa! De aranyos volt ez, Andi! Hát ilyet még nem láttam. Majd megjelenik. Jó. Mindegyik új szigetért kapunk dublont. Igen, én is azt hiszem, most megint kaptunk? Jó. Aha, ötöt. Na és akkor most mi van? Melyik, mi kell nekünk innen? A térkép. Elvileg itt melyik? A kincsol most állok. Az istenit. Tényleg. De most miért kell az összes? Mi a tökön van? Skeletonok! Úristen, ez a vulkán ez ide tört ki kb. Ja, minket szemelt ki. Úristen! Bakker! Közben nem mögöttetek. Vannak na, ez mi? Egy Ashen Chest akkor ezek szerint. Mi van benne? Remélhetőleg Ashen Chest. Mennyit kell ezt még egyet. Igen, két eszkel vagy egész árbócot. Pikápolni lehet. Az vaj, is bakker már! Hozod? Aha. Hozod gyorsan. Ég a hajónk. Mert eltalált ez a rohadt láva. Na várjál, oda megyek, azt megyek holta. Még sincs banánom. Jó van, kiklippelték a
Pakapakáj! Nem is ég a hajó. Ja de, most már látom. Nekem úgy tűnik, mint... Jaj, de hogy nem! Nagyon is! Nekem úgy tűnik, mint... Más már föl! Oh my god! Vödör! Biztonságosnak tűnik. Kár, hogy nincs vizem. És köhög a karakterem, de jó? Ja, nem szeretik a füstöt. Ez rajta. Lent, mi a helyzet? Ne! Megölt! Ó, hogy te gyerek a tombolára, te rohadt lábagolyó fejű! Mire? Nem hiszek el, vagy mi az, nem hiszem el. Köszönöm szépen! Ó, te jó, igen. Sanya, a csillagokat. Sanya és a csillagok. Ilyet a még nem láttál. A mozikban. Október 1-től. Jaj. Ha szóval nem lesz karantén. Azért, akkor nem lesz karantén. Délután 3-ig. Ja. Na jó van. Kedves Domán, kis Boldisár, köszi a követést. Vagy mondtam már? Mondtam már. Jó, közben eszembe jutott. Jó, fasza. Na. Hát itt megint csak az az outpost van a legközelebb, ahol már na, jöttünk. Na hát akkor menjünk visszafele, vagy valami. Ja, igen. Leginkább segítek. Vagy valami. Csabi, már megint ezt egész stream alatt ezzel szórakozol. Told már neki. Na, eddig várunk. Ne egyen meg. Jó van, na, ezt most én elcsesztem, bocsánat. Hozok vizet. Valaki foltozik? Van megint foltozni való? Van. Hát... Van még hely, ahol ki tudjuk adni ez a hajó, de tényleg. Hát Andi, szerintem ez még nagyon sok helyen. Jó, van egy vödör vizem biztonság kedvéért. Az egész hajó már lyuk amúgy. Nem, akkor inkább kiöntöm. Lassan új hajót építünk a deszkákba. Nem deszka. Ez hajó. Itt előttünk. Micsoda? Ne! Láá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  Leestem. Meggyulladtunk. Meg bizony. Hékás, itt már egyszer volt izé. Toldozás, foltozás. Volt jó. Erre emlékszem. Ez már csalás. Ez a lába bosszantó egy idő után, de mégis valahogy nagyon tetszik. Nagyon hangulatos. Oha, de közel volt. Oh my god. Jön fel, és felszaladt a lépcsőn a főnixed. Mi ez a víz? Nem, ez most repüljön! Valaki... Ilyen veszélybe! Hogy ugrál ja. Végig a fedélzeten? Halljátok, ez a... nagyon meg van sírülve ez a hajó. Már kormos, meg fel van szakad a deszka. Ez nem azt? Hihetetlen. De, Bence, igen. Ja, azért mondom. Abbahagyta a vulkán! Ja nem, elkiabáltam. Jön még egy! Most legalább kedvez nekünk a szia? Ajjaj! Ó! Oh! Láttátok ezt? Oh, az de közel volt! Hát kedvez! Csak nem lehet jobban elforgatni a izét, az a baj. Tiri-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip. Baromi jó ez a vulkán, imádom. És pont azt a ritmus kezdte játszani, amit előbb eldudoltál. Csak nekem nem menjünk ennek a nagy izének, szigetnek. Azt mondja, Bence, már csak a Kraken hiányzik. Na hát még az kéne. Főleg most, hogy itt van nálunk a láda. Szegény halicápa. Na hát a halicápát... Egyszer láttuk csak. Meg kellett volna ölni. Hát... Ti nem szeretitek megölni, én azt vettem észre. Bence? Igen? Az a banánod? Ne, kitakarja valami. Nem kell! Nem, zenélek. Kokkának. Aj, Andi. Igen. Megette. Megette, ott teszi a banánod. Andi, elfogadta a banánom! Ilyet még nem láttál! Köszönöm. Úristen. Egészségedre. Ez a hülye szembe. Ó, jaj. Ja, most kerüljük meg ezt a hármas szigetet.
Nem hallom, a Bencét ilyen létezik? Hát, Bence? Mi itt van veled? Nem lehet téged hallani. Jaj, rossz helyenbe fordulok. Bence halhatatlan. Most már igen. Rendkívüli esemény. Az már az a sziget egyébként? Ez rendkívüli Sea of Thieves slime. Úgyhogy... szinte megállt a hajunk, hát nem megy. Mi ez a szem? Dehogy nem. A szem nem beszél. Pam pararám. Szia kokka! Gyere ide. Illő kakka. Jó, én veszek egy majmot, mert úgy látszik itt a majmok diszkriminálva vannak. De Bencének van majma amúgy. De hát nem veszi elő sosem a majmát. Már most nagyon hülye hangzik, de... Na jó van. Tessék, itt a csiki csak neked. Áááá, hol? Itt a csiki csak neked. Mint valami kínai. Na. Köszönöm. Hello! Hogy örülhetsz így neki? Ez egy szaros majom. Amúgy mit lehet még kapni? Madarat, majmot, meg még mit? Ennyi. Ezeket tő, akkor veszek egy majmot, kész. De ezekből nekem... viszont sok-sok változat van. Nekem 2000 dollárt megér. Az szép. Na, nehogy valaki... Nehogy valaki még el... Valaki még elhiszi. Nem, mennyi 2000 forint? Mit mondtatok? Ha. Fúj! Vidd ide ezt a majmot, Bence! Mit csinált? Oda kakált? Váá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 á
előfordul az ilyen. Fúj már, de ez mi? Mondtam én, hogy nem kell majom. Nem veszek én, csak magadat veszek én is. Menj innen, de majom, tedd el! Jó, hát aludjon. Ádámba kísérjön onnan többet. És ami nézem hát, folyamatosan a csetet, úgyhogy látom. Most csalódtam benned, Csiki, nagyon. Egyébként. Egy majomról hát beszélünk. Akkor. A majom ilyen undorító dolgokat szokott általában csinálni. Valójában nem is szeretem a majmokat, de ebben olyan aranyosnak tűnt. El vagyok, horsolya. Most barátkozok az állatokkal. Azt mondja Bence, hogy Andi kérsz a banán mellé két kókuszgolyót? Nem kérek, köszönöm, kihagyom. De ezek szőröse. Fúj már. Miről most beszéltek? Miért? Hát kókuszgolyó. Vajá? Mindegy. Csak jó lesz. Az Outpost sziget az csak nem tud kitörni, nem? Hát ott csak nem. Hmm. Miért? Ez is gyanús neked? Hát mert ez is egy vulkán amúgy, vagy nem tudom. Szia Magor! Hát de nem biztos, hogy aktív. Hát miért ilyen szokott lenni, Fanny. Hogyha Zsóka itt van, akkor mindig trollkodás megy, meg a Bence is, úgyhogy én már hozzászoktam. Nagyon jól néznek ki ezek a kristályok benne. Na lehet akkor azt a vas macskát a kis zsákba macska behúzni hamarosan. Húzod, Andi? Aha, mehet. Ajaj, ez nem lesz jó. Rosszul fog fordulni a hajó. Jobb rá, Bence, egy picit még. Teljesen jó. Ennyit tudtam csinálni, így az ugye. Ja, jó lett a vége, tényleg. Akkor jó. Hát mit ad az Ashen Chest? Viszi valaki? Én viszem a koponyát, amit nagy nehezen kiszedtem a óceánból. Szia Magor! Jaj, nem ennek kell. Pedig ez is ronda. Pa 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 pa. Ja Istenem, lehet, hogy rosszat találtunk meg. Azt írják nekünk most, hogy az Ashen Seafarer's Chest az nem jó. Az Ashen Chest az jó, aminek az a neve. Ez az nekünk melyik csomag? Szerintem ide kell hozni, nem? Először nézzük, hogy milyen neve. Hát eladtam. Seafarer. 180 gold. Hát ez na, nem megértem. Volt valami értem. Most komolyan ezért tettünk meg egy világ végig. Hasonlóan jó díleket még szeretnék ebben a játékban. Ezek szerint csak sima Ashen Chest-et kellett volna találni. Gold Hoarders. Hol van a csúnya nő? Fent. Akinek el lehet adni az izét? A koponyát? Az itt. Itt, ahol Bence van. Gyere, Andi. Itt fönt. Na, hát következőnek majd, hogyha esetleg keresünk ilyen Ashen Chest-eket, akkor most már ezt is tudjuk, mit kell és hogyan keresni. És valószínűleg végig kell tolni. Még akkor is, hogyha kitör a vulkán, azon a szigeten meg kellett volna mindent találnunk. Na, akkor lett volna meg az az Ashen Chest, ami nekünk kell. Na most nézd meg!
Tudjuk legalább. Andinak a koponyája többet ért, mint a láda, amiért úton voltunk. Úgyhogy Andi, ügyes voltál, hogy lementél érte, és köszönjük szépen. Igazán nincs mit, ez a 300-as még. Mert többet ért. Hát de többet ért, majdnem kétszer annyi volt. Bence, itt a banána, most már tényleg fogadd el. Na jó van, így a stream végére, tessék. Ú, de örülök. Lehet belőle egy szóval. Egy golyót kérsz mellé, ez a soron következő. Félig harapott, félig evett. Hát, megeszem. Nem. Én meg főnixet eszem meg, mert nincs más kaja. Na jó, innen folytassuk akkor a következőnek? Aha. Ja, hát akkor ide beállunk szépen, azt akkor... Legyen akkor a... Dance! Na! Fújjon, ezek a karakterek már. Legközelebb majd lesz majom kilövés az ágyúból. Még egyszer ilyet csinál, hogy megeszi a saját izéjét, akkor kilőjük, jó? Jó. Na, jó van. Akkor én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, srácok, a részvételt. Örülök, hogy itt voltatok. Nem tudom, hogy lesz-e este sunyi live, az is elképzelhető, hogy igen. Hanem nem, akkor holnap 5 órakor nálam itt találkozunk. Sziasztok a részemről. Sziasztok! Hello, sziasztok! Hello, hello. Jó éjszakát!